Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebesti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ebben a hidegben is. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk újra az utolsó hetünkben, mert jövő héten Szabin vagyunk. Yes! Úgyhogy itt igen? Vagyunk. Igen. Hát passzus, hogy megy az idő? De kiváló! Rohan az idő, így van, úgyhogy remélem ezen a héten jó rossz idő lesz, abból a szempontból, hogy ki rosszalkodja magát az időjárás és jövő héten. Jövő héten jó idő van. Nem, most 3 nap ilyet mond, nem? Ez a kicsit szél, kicsit eső. De nem, már állítólag holnap. Holnap alakulunk. Jó. Holnap már alakulunk, így van. A lényeg, hogy a hétvégén jó idő volt. Még a tóból ide fröccsent vízcseppeket direkt meghagytam a szemüvegemen. Ott azok, van még rajta? Látod? Ott, nézd meg. Kis iszapnyom. Így iszapnyom. Azoknak a sirályszar. Melóztak. Sirályszar. Igen, a kecsegefos. Igen, de igen. De már direkt úgy megyek ki, hogy nézem, hogy honnan potyan és alász. Szaladok. Jó volt? Júj, nagyon. De nem akarlak elkeseríteni, de tényleg irgalmatlan jó idő volt egész hétvégén, ugye? Mindenfélét lehetett csinálni, aki ráért, sorozatot nézett, Jani, én már unom őket. Ugye? A könyökemen jönnek. Tényleg, én is vasárnap délután így bementem egy kicsit, mondom, a rohadt életben már megint fürdünk, már megint a napsütés. Te mit csinálsz? Már megint be kell menni a vízbe, már megint inni kell egy hideg sört, már megint egy rozé, mi a rohadt életben. Állod a törölközni, kenegetni a bőröt, hogy ne ígél. Fürdőgatját átváltani, hogy ne csöpögtesd össze a lakát. Nehéz dolgok ezek. Csak a gondol. Állad a hason feküdni, mert mindig jönnek a nők, borzalmas. Hát azt tényleg kikérem magamnak, hogy ahogy jó? Egy emberek strandra járnak. Én ezeket a tévében láttam, de biztos így van. Fúj, komolyan. Nagyon csúnya dolog így emberek között. Csúnya? Nagyon csúnya. Hát, erről én most nem tudok. Erről én most nem tudok. Nem tudok semmit mesélni, mert reggeltől estig. Reggeltől estig szolgálom a népet, gyerekek, hogy a nép szórakozzon, kenyér kell nekik, cirkusz kell nekik. Na, de aztán szeptembertől. Szeptembertől, gyerekek. A nép szolgálatában. A képernyőre. A nép szolgálatában állok. Ha a nép televíziózni akar, akkor a nép megkapja a televíziót, úgyhogy én azt gyártottam. Tévéműsor gyártottunk a hétvégén. Szombaton is, vasárnap is. De... egy vezércsellel. Á, kész. Hol vagyok én még a trash? Azt hittem most már az, hogy... Nem, vasárnapig. Az egy pihenő napom van, azt hiszem. Menő. Szóval egy nagy huszárvágással megoldottam, hogy legyen tegnap Wimbledon döntőm, gyerekek, úgyhogy tudtam nézni. Mi új? Mit játszottunk? Hát sok örömöd nem volt benne. Nem, sajnos nem. Amekkora örömöm volt az elődöntőben, akkora bánat volt a döntőben. Az. Senki nem ad senkinek, mert Murray Federernél én nyertem, viszont Djokovic Federernél te nyertél. De elég lett volna csak egy 10-es a nyer a Federer is, mert tényleg matematikailag ugye te csak 10-et nyerhettél, de 10-et veszthettél, én viszont 10-et veszthettem, de 20-at nyerhettem, úgyhogy nem fogadtam volna el. Nem fogadtam volna el a dolgot. Húj, ne, ez álszem. Nem, tényleg nem. Hát nem volt korrekt a fogadás. De jó, de esélyes, igen, ugye, az nem korrekt fogadás, ahol két lehetőséged van veszteni, de csak egy lehetőséget van nyerni. Ez péntek délután én is átgondoltam. Már adásba rájöttél. Hát egy kicsit ott, de ott még így azt mondtam, hogy jó, nem érdekes, tudod, és akkor aztán hazamentem, hogy Béka mondta, hogy figyelj csak, hogy te normális vagy. Mondom, szerintem igen. De hogy a családi pénztárca az aranyos, meg minden, de hogy nem tudsz nyerni igazából, értve egy 10-es, tehát hogy a Balázs meg egy 20-ast. Hát mondom, figyelj, most már mindegy. És én az első meccsnek az eredményét tudtam. Jó, de jól játszott a Federer. Igen, úristen, nagyon jó játszott. Ott, már meccset nem néztem meg, hála Istennek, mert minek terheljem magam ezzel, és ott mondtam, hogy akkor egy 10-es elment, mondom, ezt a vízi gyokó meccset már rá se nézek, mert akkor 20 majd most reggel mondja, van nálam annyi, odaadom, de akkor nyerte a gyokó? Igen. Az jó, igen. Jó hír, akkor nullán vagyok. Ja, a felé az is jó volt egyébként, mert ott azért a Federer tudott egyenlíteni, ahogy láttam így a percről percre a rovatban. Mázlia volt inkább, nem játszott jól voltálom. Egyáltalán. Jó volt, az első két hét egyébként nagyon izgi volt, nagyon jó volt, de nem volt. Nem volt, nem volt azon a szinten, ahol például Murray-t verte az elődöntőben. Tehát egyszerűen nem volt, Djokovic nagyon jó volt, de Federer megint az a napja volt, amikor nem mennek ki annyira. Tehát, hogy egyszer nem fogok már rendszerűen behúzni. Ráadásul a BBC néztem, és fantasztikus volt. Fú, gyerekek, hát olyan mozi volt, hogy elképesztő, mert
találtam egy TV alkalmazást, ezt el akarom mindenkinek mondani. Úgy tudtam magamnak varázsolni, mert ugye a Digi ment. Uh-huh. És hát nem, nincs a házba Digi. Tehát, hogy ott a gyártás már antennát hozott gyerekek, ott már mindenki azon dolgozott, hogy behúzzák nekem valahogy a nulladikra, mondta, addig nem forgatunk. Itt egy centi filmmel nem fogy, amíg nincs Digi. Amíg nem múzzátok a nekem kártelen. Nincs Digi. Volt, kiderült, hogy volt az első, meg az egész házba fölfele hetedikig, de ott, ahol mi forgatunk, ott nincs gyerekek. Egy komplet műszak dolgozott azon, hogy kábelt húztak, fektettek, tévét, szobaantennát, kártyát hoztak. Balázs, ma még négyért kell felülni. Leszarom! Nem érdekel! Az se, hogy vasárnap van, itt ember legyen, aki megcsinálja. Döntőt kell néznem. Na mindegy, nagyon drágák voltak, dolgoztak, és akkor egy isteni csoda okán felhívtam egy barátomat, és megmondom, figyelj, valamit mondanod kell. Valamit mondanod, nagy a baj. Nagy a baj, mert nincs bendig, és nem tudok Wimbledon nézni. És van egy alkalmazás, ami viszont zseniális, az a neve, hogy Film on TV. És ez a Film on TV, ez arról szól, hogy a világ összes csatornáját, horror, szórakoztatás, angol, klasszik. De nem kettővel klasszik, kevesebb az összes? Az összes. A music, a fashion, a vallás, a business, a kids, a gyerek, az indiai tévé adását tudod nézni. Tehát rámentem, és ez mindenkinek ajánlom, a UK Live TV-re, és azon belül a BBC One-ra. És a BBC One-on gyerekek egy órával már előtte leadták, egy órával előtte leadták. Igen, egy órával előtte már rámondták, hogy ki nyer. Hogy mondta Balázs Rezső. Film on TV. Film on TV, ez egy free alkalmazás, teljesen ingyenes alkalmazás. És a BBC, most éppen a Film on TV-n a BBC van, a BBC egy már, vagy a BBC Velszi adása egy órával a döntő kezdete előtt interjúk az öltözőből, Mekero nyilatkozik, Roddick nyilatkozik, bejárták egész Wimbledont, olyan helyekre vitt el a kamera, amit sose láttam. Fantasztikus közvetítés volt. És tényleg a komplet stáb, a játékosok és a statiszták is megvárták azt a négy órát, amíg tartott a meccs. Nem, sajnos az lett volna jobb. Nem. Ezt átlőttük egy laptopra. A laptopon leraktam magam elé a Wimbledoni döntőt, bekészítettem magamnak mindent. Amikor ment a forgatás, akkor bementem, csináltam természetesen, és forgatási szünetekben pedig tudtam nézni. Az utolsó utáni pillanatban varázsoltam. Úgyhogy hát ez csak azért, aki vagy futballrajongó, vagy teniszrajongó, vagy tényleg úgy él, hal a sportél, hogyha nem látja az adott csapatát, akkor nem tud létezni. Nincs olyan, hogy ne látsz egy Bayern München meccset, vagy amerikai focit, vagy illetve tudom, mert mindenkinek van valami fejlővése. Aki ismer téged, és már forgatott veled egy párszor, és tudhatja, hogy mondjuk a forgatás első két hetében ez nem következhetne be, mert akkor még nem foglalkoznának az a Balázs, egy picit durcás valamivel most, egy picit, és három hete forgatnak, basszus, kezd el fogyni. Hallod, valamit kéne csinálni, egy picit feldobjuk. Szereztetek egy rohadt laptopot, hozzuk be azt a tetves Wimbledon! Na mindegy, úgyhogy végül is sikerült. Sikerült látnom. De hát bárcsak ne láttam volna. És volt egy nagy interjú Rogerrel előtte, ahol elmondta, hogy egy éve van. Az korrekt, az jó, ha ő látja. Nem? Nem úgy, hogy utána meghal. Azt hittem, hogy ott a vége. Nem látja, hanem... Ára jó Istennek. Hanem saját döntéséből befejezi. Tehát abba adja. Érzi, elfogyott, mi? Hülye. Hogy fogyott volna? Elfogyott. Éppen Wimbledon döntőt játszott, és világra is a második. De a második, ennyi volt, ő már első, nem? Volt csak. Nem megy akkor már a szekér, jövőre csak harmadik. 4-4 az egymás ellenő, ugye? Jól emlékszem. Jokóval? A döntőket tekintetében, Wimbledon döntők tekintetében. Amit játszottak egymással? Igen. Háromszor találkoztak eddig, vagy négyszer találkoztak eddig. Hát 4-4 az 8-8-on nem játszottak Wimbledon döntőt, az biztos. 8-on nem játszottak ők ketten Wimbledon döntőt. Mit olvastál te? Aha, újságot. Gyakorlatilag összesen 3 Wimbledona van, tehát 4-4, de az biztos nem. Akkor lehet. Az nem az adat. Valami volt. Négy sor valami, volt. Valamibe egyenlítettek egymás. Kiló pisztácia fogyott el. Ja, igen. Négy kiló eper tejszíjadban. Na mindegy, úgyhogy ez volt. Ez azért volt. Érdekes egyébként, amit mondasz, hogy most egy éve van még hátra, mert van most egy nagyon nagy visszatérő, ugye Martina Hingis, aki 13 év után tudott újra Grand Slam tornát nyerni, ugye párosban, és ő is azért már egyszer visszavonult, és nem visszajött, és basszus, megint ott van. Aztán ő párosban is nyert, meg vegyes párosban is nyert, így van. Hát ők pont a Babosékkal játszották a döntőt, vegyes párosban. Ja, igen, de Babosék nem le, 6-1-6-1 lett, 40 perc alatt megverték jó őket, sort. A Timi pedig nem jutott be a Mladenovicsal a döntőbe. Tehát ők az elődöntőbe elhassaltak. Tavaly döntőt játszottak, de hogy nagyon nagy eredmény, persze. Hogy olyan nincs, hogy akkor összeállítanám a Wawrinkával, és akkor tolják a párosokat? Hát lehet.
lehet. Vagy a Martina Hingisszel, aki ugye szintén svájci, és akkor vegyes páros. Az lehet, igen, az is lehet. Azt nem tudom, de Roger nem nagy párosozó. Na mindegy, úgyhogy ez volt, gyerek. Döntelt világ első, vagy döntelt, hosszú éveken keresztül utána most megállni valakihez. Na és egyébként nektek még valami? Hétvégem, te fürödtél, spancsoltál, hekkeztél, sirályokkal harcoltál, vízibiciklisztél. Szörnyű. Nem is tudunk, nem akarunk elszomorítani. Gyerekek, mondtattok minden már. Túl vagyok már mindenen. Engem már semmi nem zavar. Most beadtam magamnak azt a mesét, hogy a népért csinálom, és így sokkal könnyebb. Aha. Látszik az arcodon, olyan őszinte volt. Most sokkal jobb, hogy kellene visszaigazolnia. Most már a nép, majd szeptemberben a nézettséget ránézünk, és az érdemes volt, vagy nem volt érdemes. De most a népért szolgálom, úgyhogy ez most nép, írjál már, légy szíves. Kérjük a népet. Értetek, csinálom, gyerekek. Hogy köszönjük, vagy valamit. Szeressétek majd szeptemberben. Jó a dolgot. És ha már a nép szóba jön, azt ne felejtsük el mondani, hogy ezen a héten hármas ugrás, ha valaki esetleg ott szeretne lenni. A Hungaroringen, a jubileumi 30. futamon, annak el fogjuk mondani, hogy hol lehet jegyet venni. Így van. Na. Jó? Nagyon fontos. Ott a pénztár. Pontosan a cél egyenes mellett. Így, nem arra, jobbra, középen. Örömlányok, hotdog, pénztár. Ott. Ennyi, gyerek. Na, beszélünk majd erről is természetesen a hármas egy rakás jegyet lehet nyerni majd az első, második és harmadik kérdés megválaszolásával együtt egész héten, úgyhogy izzítsátok a Wikipédiákat, izzítsátok a különböző Forma 1-es almanachokat, meg adatbázisokat, mert minden kérdés Forma 1-jel kapcsolatos lesz. Így van. Készüljön mindenki. Azt mondja, hogy két hete voltatok Szabin Bakker. Ez nem így van egyébként. Nem voltunk két hete. Június 22-én jöttünk vissza, tehát így június 14-én mentünk el Szabira, és most július 13-én fő van, tehát egy hónapja voltunk egyébként. Azt mondja, hogy Bali, most már remélem jókedvel indul a napod, bár reméltem, hogy legalább visszaintegetsz a kocsiból, a lámpánál, nyaki Dunavarsányból. Láttam nyakit, egy nővel ült egyébként, csak mire fölfogtam, hogy valaki integet, addigra már tovább is suhantak. Lehet, hogy hogy bemondtad. Ha ők voltak egy fehér kis ilyen kis egyterűvel, akkor láttalak, de mire emeltem volna a kezem, és nagy bambánot nézegettem ki az arcomból, addigra már tovább rohantatok. Anya, elhúzódott a kiküldetés. Sajnos még most nem tudok, még egy napot rá kell húznom. Nem tudom, de holnap már itthon vagyok. Hallottam a rádiót? Azt mondja, Sopron határát kerül ismét sorra, kis ilyet ne jöjjön erre, és baleset Miskolc felé, kamion felborulva, teljes útszélességében autópálya lezárva, és az 59-es lehajtón terelik le a forgalmat. Na, jól van, gyorsan megmutatjuk, hogy miről volt szó nálunk itt pénteken. Ugye Jani behozta Virág kedvenc előadóját. Igen, egy friss kedvencet, amiről rögtön le is tiltottam a csúnya szavak miatt. Grandmaster Peter-t, és hát meghallgattuk, vagy belehallgattunk, hogy mit hallgatnak mostanában a fiatalok. Bizony. Aztán később kiderült, hogy egy 2008-as téterről van szó, de hát sok ember mellett mellettünk is elment a nota. Azóta azért már bőven 300 ezer fölé tornáztuk a nézettséget. A like számot azt nem mondom, mert azt nem annyira, de a nézettséget igen. Igen, megindult Grandmaster Pete, úgyhogy róla beszélgettünk, és hát mondta Jani, hogy Virág ugye énekli, ezt szereti, kedveli, úgyhogy belehallgattunk, hogy ma a fiatalok hát mit énekelnek, mit kedvelnek. Érdemes volt. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jövünk meg vissza a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Hú, de fura volt. Ez fél hét van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Na, hát erről beszélgetünk. Ami jó, az jó, és ott van még például a mérés is. Így van, Grandmaster Papa, vagy ki volt ő? Grandmaster Pete, így van. Grandmaster Pete. És a mérés című dalát hallgattuk meg, ugye, pénteken. És hát elemeztük. G.M. Pete. Elemeztük. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, mit írnak nekünk a hallgatóink, akik már ilyen korán reggel fent vannak. Azt mondja, hogy igen, hát van, aki már játékra hív ki bennünket. Aztán, ahogy mondtam, M3-as Miskolc irányába kamion felborult, és emiatt útzár van, úgyhogy mindenki vigyázzon. M3-as Miskolc felé, így van, ez a 65-ös kilométernél van, úgyhogy előtte fognak benneteket leterelni. Na, a magyar Wimbledon győztesekről is beszélünk, juniorban nyertek ők egyébként, a női párosunk nyert juniorban. Hát nagy eredmény, hát más a junior, meg azért a felnőtt természetesen, de ilyen még nem volt soha, hogy két magyar
pár együtt, ahol mind a ketten magyarok úgy nyertek volna junior Grand Slamet. De korosztályában akkor a legjobb a páros, nem? Mm-hmm. Az kicsit azt jelenti, nem? Hogy abban a korosztályban, juniorban ők most a világ legjobbjai. A világ legjobbjai, nagyon nagy eredmény, nagyon szép, innen még azért egy nagyon nagy ugrás a felnőtt, mm-hmm. a felnőtt mezény, de egészen más színvonal, de hát reméljük, hogy... Nem akarok vörös posztot villantani, mert akkor elkezdesz megint beszélni a témáról, de ilyenkor elfogynak a jó edzők, a jó versenyek, a pénz, stb. És aztán azért szakadnak le? Nem, olyan szinten van még a junior és a top 50 vagy a top 80 játékosok között a különbség. Tehát a Fucsovics is azt hiszem junior Garrosz vagy junior Wimbledon győztes. És azon dolgozik, hogy egyáltalán top 100-ba bekerüljön most a felnőtt mezőnyben. Tehát nagyon nagy a szakadék. Nem jó, nem fogy el, ott már nagyon jó, sőt, hát a junior Wimbledon vagy abból azért anyagilag is valamennyi megtérül, nyilván bőven nem annyi, amennyi ugye a felnőttnél, de hát onnan még azért egy nagyon nagy ugrás. Fizikailag, tudásban, mindenhogy. Mert a top 50 játékosok viszont annyira elő vannak, hogy megközelíthetetlenek. Mondom, hát a Marci is, ugye, Wimbledon, junior Wimbledon győztes, vagy Garrosz győztes, nem tudom, az ő eredményét annyira nem követem. Nem tud bekerülni a százba. Tehát ekkora a különbség még azért a junior és a felnőtt mezőny között, de nagy eredmény, gratulálunk nekik. Ahogy Mihelisnek is, egyébként, ha azt olvastam, nagyon jó hétvégéje volt. Harmadik, negyedik hely. Gyönyörű. Az gyönyörű. A nemgyári pilóták között most elképesztő nagy az előnye már a második helyezettel szemben, a hondások között a legjobb volt. Tehát, hogy 29 pontot gyűjtött össze a hétvégén. Az nagyon szép, nekik is gratulálom. Igen. Na jó, van, megnyitjuk a hetet egy jó kis játékkal. Ha valaki jelentkezik, akkor nyugodtan jelentkezzen. Jó, írjatok SMS-t, ha játszanátok velünk. És a múlt hetet elvesztettük. Na, odaadtuk. Odaadtuk, mondjuk azt, hogy odaadtuk, igen. De most revansot veszünk. Gyengeséget színleltünk. Így van. Revansot veszünk, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Mi pedig jövünk, Ákos híre jutem. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Jó szám ez. Gábor Alfred. Sok nevű, aki Fehérvári. Nincs más száma? Hát biztos van neki, még csak ezt még túlzottan szeretik, tudod, és akkor addig altatjuk a hallgatókat. Aha. Nem, jó, meghallgatik most tőle már valami mást is szívesen, mert jó, csak már Roma játszottuk. Csörögjünk rá, hogy küldjön valamit. Jó, csörög. Lehet, hogy Daliri nem akarja. Ja, én nem akarok tőle meghallgatni, más. Miért nem? Hát valami jót hallgassunk meg. Hát állítólag nagyon tehetséges. Hát ha van neki valami más száma, nem? Hát csak amiből ez kiderült. Tehetséges. Micsoda? Lehet, hogy egyszer ütött be neki? Egyszer. Megébredt hajnal, kettőkor. Megírta. Megírta, és azt mondta, ez van, gyerekek, ezt megcsináltuk, itt van, hallgassátok. Mindig azt szoktuk mi is mondani, hogy csak egy dalt írnánk mi, ugye? Na igen. Igen. De külföldön inkább. Jobban örülnénk, hogy ezt csak én írnám azt a dalt, de ha már ilyen erőszakos vagy, akkor persze legyetek benne ti is. Na nézzük az SMS-eket. M3-os Budapest felé 203-osnál van egy trafi, Mátra terenyén súlyos baleset, előtte 23-as főúton téglák szétszóródva, úgyhogy vigyázzon mindenki. Aztán Kacsa-Pongrác úti felüljáron Könyves Kálmán körútról M3-as kanyarodva Miskolc felé két Opel ütközött, elég rossz helyen állnak, óvatosan menjen mindenki arrafelé, ezt pedig Audis Józsi küldte nekünk, mi pedig játszunk már is valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Ilyen szabadság királyok. Hello! Rögtön arcoskodással kell kezdeni. Valami hello, sziasztok, cső. Most mi van? Az sem rossz. Nekem is fáj, amikor te mész el. De azt nem mondom, én nem írom meg. Én nem szabadságra, vagy nekem elég hosszú. Elég hosszú, Rajmond, hello. Hello, barát. Honnan hívtál minket? Kaposvárra. Kaposvár, nagyon jó. Kaposvár, mit csinálsz? Hát momentan most még pihenek, aztán megyek közösségi szolgálatot. Na, majd elmondod. Kivel szeretnél játszani, Rajmond? Veled. Jó, hát akkor ráessünk egymásnak, jó? Mehetünk? Igen, mehet. Jani? Na, akkor figyeljetek, te is, Rajmond, eufória király. 3, 2, 1, fire! Na, figyelek, itt vagyok, kérdezem?
kérdeznék. Na. Külföldön nyaralsz? Mikor? Hát általában. Honnan tudod, hogy nyaralok? Hát nyár van. Dolgozom éppen. Aha. Mikor hallottál igen. engem nyaralni? Te nyaraltál már valahol egyébként? Hát hétvégén már ilyen. Na, mit csináltál? Hát barátokkal voltunk, Black Magic, meg körülnéztünk a parton. Az mi? Mi az a Black Magic? Hát ilyen szórakozó hely, vágod. Vágom, persze. Hát te gyakran jársz ilyen helyekre. Keveset fordulok elő ilyen helyeken. Hát Magyarország egyik leghíresebb helye, azért ennyit tudhatnátok már. Tényleg? De ez egy diszkó? Lassan 40 fele, így van, megkopott az élet. Az meg. Hány éves vagy? 17. 17 éves vagy. Aha, és mit csinálsz? Mit dolgozol? Mit mondtál? Közösségi szolgálat. Közösségi szolgálat. Gyerekekre vigyázol? Hát, mondhatni, inkább csak besegítek. És lejárt az idő. Japán. Rajmond, szép volt, ügyesen játszottál. Hát még látva van a rendesen kérdésem, de hát ennyi nekem így is van. Uh-huh. Ez ennyi volt, így van, mert pedig most nagyon kíváncsi lettem arra, hogy még miket kérdeztél volna ezen túl, hogy hol nyaralok, mert ez is nagyon izgi volt, de ezt már sose tudjuk meg, viszont van egy ajándékcsomagod, mert hogy ami jár, az jár, és ezt te megnyerted. Legalábbis én nem hallottam tiltott szót, hogy kimondtad volna. Köszönöm szépen. Ügyes voltál. Szépen. Majd írd meg, hogy melyik táborban vigyázol a gyerekekre, hogy oda ne. Ja, igen. Igen. Rajmond, küldünk neked egy jó kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Papper, a perfect Black Magic, az micsoda. Én a kis csirát, nem tudjátok, mi ez Black Magic, a lapoz, lehet olajtépjét. Az egy nyugdíj alapot fizetjétek rendesen. Persze, mindenképpen, de 17 évesen az egy picit pörgösebb voltam, mint most. Nem tudom, miben fáradtál el ennyire. A buliba a Black Magicben. Hosszú volt az éjszaka. 24 órája még ott voltam, most meg már lassan megyek melózni, tehát persze, hogy fáradt az ember. Értem, én tudom, milyen a fiatalság, és még kettőt kell aludni karácsonyig. Tudom, én ezt megértem, tudom. Én is csináltam sokáig. Rajmond, köszi a játékot, vigyázz magadra, ügyes voltál. Ciao, hello. Na, nagyon sokan írjátok, hogy ki mondta, lehet, meghallgatjuk, akkor azonnal el is igen, veszük. Igen, hisz Black Magic az ugye fekete. Azt ne számítsátok bele, de ha ki mondta az igent, akkor azt elveszük tőle. Úgyhogy sólyom szemet kértünk, challenge, jó, Anna visszahallgatja, mi pedig jövünk, Ákos, ide jutam. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, itt vagyunk, és marad ez a hízi idő egy-két napig, legalábbis azt nézem, hogy meddig gyerekek, meddig marad. Most ez mi ez a hidegfront? Hát nem úgy volt, hát hogy de most melegedik az idő. De hogy képzeli, melegedett a hétvégén, most egy kicsi, és aztán szerdától szerintem megint, nem azt írja? Uh-huh. De. Szerdától, vagy a tiéd az alma mit mond? Azt mondja, hogy szerdától. Igen, azt mondja, hogy szerdától már jobb idő lesz. Ez nagyobb, a leghíresebb, a legpatinásabb oldal. Szerdától egyre melegebb időre számíthatunk, és 30 fok lehet már hétvégén, zápor, zivatar. Hétfő kedden még erősen felhős. Uh-huh. A nap első felében borult ég lesz, kedden már délután több órás napsütés valószínű. Na gyerekek, az jó. Nincs gond, na. Nincs gond. Mi van a görögökkel, megoldották? Hát majd szerdán. Hát tolták egy kicsit. Nyilván van egy kis csodálkozás most az EU részéről. De most az előző, hallod, most az előzőre nem mondtatok, és erre hoztak valamit, ami ennél sokkal durvább, és sokkal, de most hogy? És a görög nép részéről és is igen, van csodálkozás szerintem. Mondjunk nemet az EU-ra! Jó. Igen, köpjük őket szemen, szálljuk. Akkor most az van, hogy egy picit durvábbak leszünk, mint az EU maga. Ez érdekes, igen, hogy kiírtak egy népszavazást, hogy mondjunk nemet a megszorításra, majd nemet mondtak a megszorításra, erre most a görögök letettek egy olyan csomagot az EU vezetők asztalára, ami sokkal durvább, mint amire egyébként a görögök nemet mondtak. Tehát ezt most már én sem tudom követni. Fura egyébként. Ez olyan ez a Cipras, mint hogyha ilyen a rövid távú memóriája, hogy ők nem lenne az igazi. Nem azt mondtátok, hogy igen. Ó, bocs. Vagy ezt most mi találtuk ki? Nem az? Hát mi?
Nem, de most már itt vagyok, érted? Már láttam a Brüsszel táblát, most már nem fordulunk vissza. Nem is úgy tűnik, mint ha meg tudnák ezt oldani, mert most meg eltolták ugye szerdára a döntést, közben most már erős bankválság van, izgalmas. Van háborgás egyébként a nép között? Lesz nem sokára. Lesz, ugye? Pillanatokon belül lesz. Hát most már nem ad ki sok pénzt az automata, elfogy a készpénzük, elfogy az áru, nincs export, nincs import, leáll minden, ott pillanatokon belül elszabadulhat a pokol, persze. Hát ugye ott, erről beszéltünk a múlt héten is. Hát vagy amíg úzó van addig. Nem? Nyugis nézd, úgy jól meg metakszal. Amíg húzzuk ki hangja, szóval addig a nagy probléma nem lehet. A felső 10-10-nek biztos nem lehet nagy problémája, mert ott azért elég nagyok a szakadékok. Hát azért kezdtek el kiabálni, mert azt mondták, hogy például a magánjaktokat is meg akarják adóztatni. Csak mondták, a felső 10 hülye vagy. Micsoda? De tényleg, az én jaktomat te. Hát igen, azt nem örülnek. Nemet az EU-t. Imádom őket. Nem örülnek neki annyira. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Azt mondja, hogy sokan hallottátok, hogy játékosunk kimondta a tiltott szót, de nem, ezt tudjuk nem. Be csak egyfajta ilyen ajándékcsomag féltékenységnek, vagy Pavlovi reflexnek, vagy bármikor, bárminek. Nem mondta ki, tehát a Blackmagic eleve nem számít annak, ugye, de igen sem mondott, mi örültünk volna a legjobban. Anna visszahallgatta, nem volt tiltott szó. Nem volt tiltott szó. Tehát nem mondta ki. De köszönjük az SMS-eket, akik azonnal írták, hogy ki mondta? Vegyétek el! Szedjétek szét, adjátok vissza, vagy vegyétek el az ajándékcsomagot. Nem mondott semmit. Meghallgattuk tényleg, nem mondott semmit. De ennek örömére ezután a megszólás után leadjuk a Venom zenekar Black Magic című számát. Hallgassátok majd szeretettel. Igen, a Black Magic nem számít tiltott szónak. Tehát ebben a formában azért ennyire nem vagyunk szigorúak. Na, azt mondja, hogy... A Csobányka és Pilisvörösvár között autó az árokban a tetején. Esik az eső, figyeljünk már. Szobi regulázta meg népét. A 4-esen a 262-es kilométernél Debrecen felé a parkolóban KPM ellenőrzés. Kint van a büfékocsi, Skoda 445 küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán, atya is te mennyien hallották, úgyhogy kimondta. Hát volt valami olyan mondat, igen, valaki ezt meg is írta, hogy mi volt, aminek a vége olyan, mintha igen lett volna, de ha figyeltetek, akkor azt lehetett hallani, hogy nem az. De már a Budapest felé 203-as kilométernél van trafink, aztán Mátra Terenyén van egy súlyos baleset, előtte a 23-as főúton szétszóródtak a téglák, és Kacsa-Pongrác úti felüljáron Könyves-Kálmán körútról M3-asra kanyarodó Miskolc felé két Opel ütközött, elég rossz helyen állnak, óvatosan arrafelé Audis Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Felborult egy rendőrségi rabszállító, és szétszóródtak a téglák. Te beteg vagy, esküszöm. Azt nézem, hogy minden második reklám gyógyszer tartalmaz. Ennyire beteg az ország, vagy inkább gazdagodnak a gyártók? Hát gyerekek, az is. Abszolút. Nem kell megvenni, ezt mindig azt mondom. Nem? Ha, nem. Tehát a gyógyszercégek brutálisat költenek reklámra az egész évben. Ha beteg nem? Vagy, megveszed, ha nem meghallgatod, aztán nem veszel olyan gyógyszert, amit hirdetnek. Van egy kérdésem. Na, egy válaszoljátok már meg, legyetek ön kedvesek. Várja. Illetve hát János ebben most egy kicsit te kiesel egy kicsit, de a wiki az nagyon jó lesz. Autópályán este közlekedtem, és kettő darab szerintem nagyon drága, és az biztos, hogy marha gyors autó, mert nem láttam, hogy milyenek. Na. Jöttek mögöttünk, én pont előztem egy kocsisort, és már mentem vissza, hála jó Istennek, hogy lehet-e olyat csinálni, na, hogy te villogással jelzed, hogy te gyorsan jössz. A szabályos, vagy nem szabályos? Levillogtat? De nagyon sűrű villogással. Engem nem zavart, mert én már megnyugodtam, tehát így már az ember így 45 felé nem csapkodja a kormány, meg nem nyomja a gázt. Én lementem, csak ott előttem meg volt még egy kis olyan jellegű csetepaté, amiből szerintem marha nagy szerencse, hogy mindenki élve megúszta. Aha. Tehát úgy jött a két sár, 200-al jöttek körülbelül, egymás után ráadásul, nagyon-nagyon közel, egy nagyobb, egy szerintem valami Jeep volt, de mondom így, én visszaúztam a kormányt, menjetek, eléggé. Vagy Jeep, vagy IFA. Vagy IFA, lehet, hogy egy turbo-IFA. Turbo-IFA is mögötte egy pedig egy laposabb autó, aha, ami nyilván egy olyan IFA volt, amire már ráesett lapos valami. Egy platós IFA. Lapos IFA, ketten mentek 400-al összesen körülbelül, és szerintem Siófokig ment a villogás. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Azt lehet, vagy nem lehet? Kérdés, hogy ők együtt voltak, vagy ölték egymást, és valami brutál verseny. Brutál verseny bontakozott ki. Szerintem együtt, csak ők nem ülnek egy kocsiba, tudod, mert így az nem menő. Tehát mindenki külön álljon be a parkolóba két menő verdával. Hát ez egy jó kérdés. Szabad van, tiltja a kressz, vagy nem tiltja a kressz?
Mert mondom, én már nem vagyok ideges az ilyenekre, csak így megjegyeztem, hogy menjetek barmok, de ott előttem volt valaki, aki szerintem haragudott, mert ő utána kijött utánuk, és elkezdte ő is nyomni a izét. Na hát az, annak mi értelme van? Semmi az annak egész. Miért? Azt sosem fogom megérteni. Semmi. Tehát, hogy te levillogsz valakit, oké, most mi eldöntjük, hogy szabályos vagy nem szabályos, lemész a jobb oldalisába, a külsősába, visszajössz belőle, és rohadt szeretek, huligánok! Álljatok meg, utolérlek benneteket, az anyádok is megbánja, és én is elkezdek villogni. De az akkor már mindegy, hát akkor már miért villognak? És plusz az összes többi embert is zavarod, ugye, aki egyébként rendesen közlekedik. Még az a legszebb, amikor valaki, mikor levillogják, kijön, nagy gázzal utána megy, és reflektorral a seggébe van. Reflektorral, és kisütöm a szemet, te szemét, mert gyorsabban mész. Szerintem tök baleset veszélyes volt a helyzet, tehát nagyon nagy ilyen kerülgetés volt, de egyáltalán szabályos sem mondjuk, ha teszem föl, én nem 200-zal megyek, hanem a belső sávban van 110-zel valaki. Igen. És így egyet rávillantok, azt engedi a kressz? Hogy engedjel? Jó kérdés. Nagyon szép kérdés, mondaná Vágó István. Aha. Nagyon szép kérdés. Szerintem elvileg nem. Tehát nem lehet. Tehát fénykürtözni szerintem nem lehet. De hát már létezik maga a szó, hogy fénykürtözés. Ugye? Tehát ez az egyet villantok. Magyarországon ezért nem büntetnek. Aha. De vannak országok, ahol azért ezt jóval szigorúbban nézik. Tehát vannak, mint a németek vagy az osztrákok, akik erre ráállnak, és azt tudom, hogy ők úgy állnak be egy autó mögé, hogy nézik, hogy amikor előzöl a belsősából, kimész a jobb oldalisába, a kimenetel közben indexeltél-e, fénykürtözöl, és utána írogatják. 10 percen megállítanak, és brutál 300 eurós büntetés. De szerintem Magyarországon ezt nem büntetik, hogy a kressz szerint lehet-e vagy nem, azt nem tudom. Egyébként néha indokolt szerintem. Tehát egy ilyen rávillanás? Igen, mert az emberek sokszor a belső sávot a saját maguknak érzik, elfelejtik a jobbra tartsot, és nem gondolják, hogy náluk azért lehet valaki gyorsabb. Uh-huh. Vagy például úgy kezdenek el kamiont megelőzni a külső sávból a belső sávba, hogy nem néz bele a visszapillantóba, és nem tudja felmérni a távolságot, hogy engedd el, aki jön mögötted, neked nem jár tempóvesztése, és az utána szépen kijössz, és megelőzöd. Nem, ő van az úton, és az ő előzése. Megkezdi az előzést, te jössz mögötte mennél, és kijön eléd úgy, hogy te nézel bele a visszapillantódba, és látod, hogy mögötted senki. Tehát csak téged kellett volna, hogy elengedj, érzi a tempót, és utána megy tovább. Tehát attól függ szerintem, hogy az ember hogy csinálja, nyilván a kresszenél exaktabb, de ha te ezt tapintatosan csinálod, akkor nekem ezzel nincs bajom, ha valaki szól, hogy ha-ho, itt vagyok. Aha. Gyorsabban mennék, engedj el. Nincs között hozzá, hogy én miért megyek gyorsabban. Tehát, ha ne szólj bele, engedj el, légy. Tehát, szerintem azzal nincs baj. Hát most valaki beáll a seggedbe, és telenyom reflektorral, az paraszt. Aha. De vagy, ha ezt az osztrákok az nem annyira szeretik. Érdekes, ma én nagyon régen mentem autópályán Németországban, még ezt mondom neked, 90-es évek elején mentünk, aha, egy 190-es Mercedes-szel, ami 85 km/h tudott körülbelül autópályán, ennek nem örültek, de tök érdekes volt, hogy ott ugye lehet menni nagyon gyorsan. Igen. Is. És volt olyan, hogy a 70-nel közlekedő autót mi megpróbáltuk megelőzni, nagyon lassan ment, és nagyon korrekten beálltak mögénk, megvártam, amíg leelőztük, és aztán elment 200-zal. De például ott nekem egyszer se villogtak. Ott nem villogott ott senki. Nem volt. A más a közlekedési kultúra, az biztos. Itt szerintem az is hibás, aki sokszor az M7-esen szombat reggel 200-zal akar lejutni Siófokra, közben 80-nal lehet menni, és mindenkit levillog, és nem jut előrébb, mert a belső sáv is tele van. De az is hibás szerintem, aki nem tudja használni a visszapillantó tükröt, és képtelen elhagyni a belső sávot, ő ezt kibérelte, ráállt a 120-ra. Itt nem megy senki többel. Ráérünk szombat reggel. Én nem tudok menni a Dacia Logannel, ő sem megy, és akkor fegyelmezi a többieket. A Logan 130-at. Behalok. Az önkéntes fegyelmezőktől megbolondulok. Úgyhogy ez egy jó kérdés. Aha. Mit ír a Wikipédia? Hát én kerestem kresszel foglalkozó oldalakon azt a kifejezést, hogy fénykürt. Aha, és fénykürtözés. Nincs rajta, nincs benne. Hát nem. Akkor nem. Ez biztos azt jelenti, hogy a kressz ebben az esetben megengedő. Én szerintem egyébként lehessen, tehát ha nem lehet, akkor lehessen, mert igenis kell, hogy az emberek megtanulják, hogy autópályán a belső sáv az nem arra van, hogy te ott döcögél. Az arra van, hogy te menjél a megengedett sebességgel. De feltételezem, vagy még azt is mondom, hogy ha valaki gyorsabban megy nálad, akkor az téged ne zavarjon, mert őt fogják megbüntetni, menj le a jobb oldali sávba, és engedd el. De ne akard megszabályozni, hogy 130, akkor föltartom a sort, mert itt lehet, hogy néhányan mennek 150-nel,
Ez viszont benne van a pressben. A jobbra tartás benne van a pressben. Hát akkor viszont nem zárható ki a villogás, mert ha jobbra tartásra te kötelezel engem, hogy én menjek jobbra, te viszont nem mész jobbra, akkor én miért te villoghatnék rád? Hogy menj már jobbra, ez van a szabályban, hogy menj jobbra. Oké, csak nem te vagy a hatóság, a szerv, aki ezt betartatja. Plusz mi van akkor, ha az 1-2-es Suzuki, hogy a... Mondja nyugodtan Alfát, most nem kell Suzuki. Mész ott a kis Alfát, a döcöpszöpelsőt. Tudod, hogy harap az a gép? Ne bántsuk a Suzuki sokat. Csak nézd a teljes dobozzal, apukám, amiben te ülsz. Csak néznél, amikor egy kövér gázfröccsel megyünk. De... Mekkora motor van az Alfában? Az enyémben? 2000-es? Nincs csak annyi, 1950 körülbelül. 1900? Hát az 2000-es. A 2000-es. Benzines? Persze. Igen. Na, szóval mindjárt melyik az Alfával, mert, nem, mert ráérek lenyitva. Fölvillant a check engine lámpád, nagyon... Nagyon izgulsz, hogy beérsz a következő szakszervizre, nagyon mész, nézed az internetet, 3G, hol van szerviz, ekkor jövök én. Igen, ekkor jössz fel a teljes dobozzal, amit hát úgy terveztek meg az angolok, érted, hogy eldőlt egy ilyen UHT teljes doboz, és az elejére valaki rákönyökölt, na ez volt az a tervezés, a kocka autóval. Megérkezel mögém, igen. Rám villantasz. Igen, és én dacos olasz vagy, nem dacos vagyok, kis én, digó vagy. Én vagyok a dacos kis digó, le van tekerve a tetőm, ugye, mert ez egy kabrió lett, fent van a sapkám. Ahogy Csoki megmondta, mi van, nem volt pénze tetőre? Nem volt pénze. Tetőre nagy zene, kicsit kikönyökölve nyomok, érted? És rám villantasz, és megijedek. Elrántom a kormányt, de miért? Hát ez tök életszerű, hogy most én egy béna sofőr vagyok, megijedem, elhúzom a kormányt, és balesetet szenvedek. És utána azt mondom a rendőrségnek, hogy jött a Balázs a nagy autóval, amit ő angolnak gondol, bár Indiában rakják össze, és egy teljes topozzal hasonlít, nem győzik. A Tata csinálja, valóban így van. Indiai koncert, megvette a Range Rover-nak a Land Rover-t. Így van, ezért állandó köriszag van a belső térben, mert valamit benne felejtett. Igen, és tehenet nem ütöttünk el vele. Bármilyen állatod, de tehenet nem. Tehát a tehére mindig megáll a kocsi. Így, és azt mondom, hogy rám villogott, tisztelt rendőrség, és én ezért baleseteztem. Na, akkor te mit kezdesz magaddal? Letagadom. De rendes voltál, megálltál. Egy van, megnézem, ül-e valaki az anyoson, jó, kis szöszi, úgyse tudja, hol van. Oké, akkor az egybe, én nem villogtam. Egy-egybe állunk. Kérem szépen, döntsék el, nézzék vissza. Azonnal tagadok, letagadom, tanút szerzek, ülj be a kocsiba, itt ültél, végig láttad, hogy nem villogtam, kész, meg vagyunk. Kell szereznem egy hátsó kamerát, egy hátrafelé néző, ilyen folyamatos rögzítőt. Azonnal tagadásba megyünk el. Uram, én azt se tudom, hol van ez a reflektor. Aha, de én... De most is be van kapcsolva, de hogy van. Jó, de akkor mi úgy mentünk, hogy engem egy márkatárs vontatott, hiszen ugye nem értem. Sokkal életszerűbb, így van. Életszerűbb, tehát lerobbant. Nem, te már mentél a trélerem. Ja, én tréler, de jó vagy. Várjál, tehát lerobbant az Alfa, és hívtam egy trélert, amire rátettük az autót, és ahogy te rám villantál, én elrántottam a kormány jobbra. Leestél a trélerről, igen. Szóval nem tudom, mindjárt énnek a hallgatóink, és akkor megnézzük. Nem tudom, tessék lemenni, menjél szépen jobbra le. Azt ott poroszkáljál. Aha. Ez a megoldás. Menjek a hetesen. Mi a francot keresek én autópályán? Egyébként meg mi? Így van. Mit vagizol az autópályán? Menjél a hetesre. Hetes, óvatosan. Velence, Kápolnásnyék. Éppen ott mész a hetesen. Lassan. Több a telefonfülke is, ugye? Igen, vonalassal tudok telefonálni, a véletlenül nem működne. Nem is értem, hogy mit poroszkálsz te ott, igen. Igen. Na nézzük, azt mondja, hogy mit írnak a hallgatóink. Sziasztok, jelenleg ezeknek miért van jogosítványuk? Kiknek? Nekünk? Lehet szerintem. Segítsetek inkább, hogy szabályos vagy nem szabályos. Mert ha nem szabályos gyerekek, akkor én pokolra kerülök. Mert én villogok. Aha. Én nagy villogó vagyok, ezt a Jani is tudja tanúsítani. Én villogok. Villogok. Ha kell, ha nem. Nem, én ezt szoktam takarni a szemem, nem látok már. És tudom, te lecsúszol az olyan ciki. Ugye milyen ciki ilyenkor az anyós ülésen ülni? Nem ciki. Mert te nem. Mondom neked, na, autópálya. Nem. Na, a szél, levillogsz valakit, aki lemegy a szélső normális sávba. Normális, levillogod. Várjál, és beállsz mellé, kit lát? A Janit lát szegényt, vagy de aki nem, az anyós ülésen ül. Egy normális ember nem sértődik meg azon. Én például én nagyon sokszor elnézem a belső sávot, mert elbambulok én is. Jön mögöttem valaki. És levillog, akkor azt mondja, jaj, de hülye vagyok, és bocsánatot kérek, és kimegyek jobbra. Még nem az, hogy még ő legyen ciki, és átnézek rá, és ú, de ciki vagy, hogy ott ülsz. Én vagyok a ciket, nem vettem észre. Aha. Hát hogy én magamat ostorozom. Hát miért lenne az ciki? Tehát Jani ül az ülésemem, az anyóson, és levillogok valakit, miért lenne az olyaninak ciki? Hát előttem megy valaki.
nem tartja, a jobbra tartsa. Ha lassan megy, föltartja a forgalmat, én rávilogok, és még neki legyen ciki. Hát miért? Hát de nem, ugye, mert ő kinéz, ő ki fog nézni, ki ez a barom, aki villog rám, mikor én csak előzöm. Itt van a baj, itt van a baj a gondolkodásban, hogy megyek a belső sávban, föltartom az autópályán a Balaton felé, de adókat rám villognak, figyelmeztető jelleggel, nem letolom, nem megyek a segélyben, nem megyek neki. Villantok egyet, hello, haver, itt vagyok mögötted, tudsz jobbra menni, tedd már meg, mert elmennék. Rávillogok, nem adom rá a reflektort, nem dudálok, nem megyek a seggébe. Majd leelőzöm, és még nekem legyen ciki, hogy rávillogtam. Nem az a baj, hogy nekem ciki, hanem az a baj, hogy a következő benzik után, amíg ő elmegy fizetni, addig beérnek azok, akiket levillogott, és engem vernek meg. Tudod, egy motoros az autóba. Szia, kicsi, te villogtál. Vagy a hülye haverod. Azt mondta, hogy elhisszük, hogy átültél az anyos ülésre, te kis gyöki. Gyere a papához, megszeretgetünk. Jó, de csinos popsid van. Gyere csak ide. Gyere kis golyó fel, bedezorálom beled a bőrrózsát. Csempe vagyok, mindenhol bekellek vele, és a fejeddel. Miért lenne nekem ciki? Hát dehogy ciki, hát ciki neked. Legyen neked ciki, hogy ott poroszkálsz az Alfáddal, érted, és én nem már nem megyek a hetesen, megyek most ott tart. Már számítunk a hetesen. A 80-nal megyek a hetesen. Nem, pont előzött, érted, és te paf, rávillansz. A belső sávannak van egy ilyen meditatív hatása. Aha. Mindig úgy hívom, mész a belső sávban, elfelejtett, hogy tükröd van, gyönyörködsz, hagyod le jobbról az autókat, de hirtelen mögéd meg tud érkezni valaki. És az egy életszerű helyzet, hogy valaki sért. Sosem kérdőjelezhetjük meg, szerintem, hogy na, ma mi jön itt a seggébe, hova rohan? 130-al lehet menni, büdesik, 160-ra rohadt életbe. Érted? Ha menjen. Nem? Ne menjen, hát 130-al lehet na, menni. Na, az ilyen önkéntes rendőrök, rosszul vezetők, rossz döntést hozott miatt, kedves hallgatók, mentek 4 órát Siófokra szombaton. Mert valami hülye van az elején, nem. Aki önkéntes rendőrködik, elrontja a 70-es táblánál, balesetet okozt, meg ott álltok a dugóban 6 órán keresztül. Azért ahelyett, néz, hogy már vízibiciklizmétek. Mert az ilyenek, akik villognak, balesetet okoznak, és megáll az autópálya. Érted? Azért van, aki miért az autóban 130-al lehet menni, ha 130-al megy mindenki, akkor nem 4 óráig mész Siófokra. Vagy azért nem a, mész nem a 4 óráig, mert 70-nel megy a hülye az autópályán, vagy az ilyen brigantik miatt, akik villognak és megzavarják az autós társaikat. A hétvégi balesetek pszichológiája nem ez, hanem az van, hogy gyorsan le akarsz érni, 70-nel megy mindenki Siófokra, de azt hiszed, hogy ha seggébe mész, akkor te 2 perccel előbb ott leszel. Nem tartasz követési távolságot, és úgy érzed, hogy ő 70-nel megy, te meg 73-mal mennél, és baleset van. Tehát ott nem tudsz nagyon gyorsan menni, mert mindenki 70-nel megy, mert akkor adunk. Igen. És te baleset ott azért van, mert a hülye megy egyébként 70-nel a sor, és ő ott 78-al akar lemenni, hogy egy perccel előbb egy elángos. Tehát mi a 78, tehát a száguldás a többiekhez képest. Hát az okozza a balesetet. Na ez az, menjetek le szépen jobbra. Jó? Nem ciki jobb oldalt menni. Nem kellemetlen. Ne érezzétek ezt egy ilyen presztízs. Nem esel le az autópályára, nem lejt a pálya jobbra. Csak kicsit, hogy az esővíz lecsorogjon. Fogadjuk, hogy te azt is csinálod, amikor a 70-nel menő sorban... Hogy tudok én rosszul kijönni megint egy megszólalásból, hogy te hoztad a problémát, én megpróbálom megválaszolni. Majd utána az a megszólás végére... Na, fogadjunk, hogy te is... Te paraszt jippes. Na jó, oké. Igen? Na, mit csinálok még? Nem te csinál. 70-nel megy az autópálya, és ő siet a belsősávban. Beáll a seggébe az előtte haladónak, és indexel balra. Barom. Na, azok igazi barmok. Én egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Én elengedem, lemegyek jobbra, nem tudom, mert nem jut előrébb, és még negyed óra múlva is látod, hogy 2-vel előtted indexel. És azon gondolkozol, hogy te idióta, hova rohansz? Mindenki 70-nel megy az autópályán. Nem érsz le előbb. Nem lesz melegebb a víz, se hidegebb, nem vesztesz semmit, és indexel. Na, attól ki vagyok. És ő megy. Na, azt általában nagy autó, nagy jippesek, az a kopaszok, tehát az csinálja, akinek nincs. Most szeret, most létszik, az sok tesztoszteron miatt kopasz az ember, nem feltétlenül attól, mert hogy leborotválja a haját, mert készül a hétvégi izére, nem, MMA gálára. Egy Ford Fiesta-s, egy mit tudom én, egy Ford Mondeo-s, hát az Alfás, az ilyen komán trélerem van, tehát az már nem megy sehova. Egy normális középkategóriájú autó ezt nem csinálja, mert van kultúrája. Baloldalon menni, 70-nel szombaton indexelve az X6, X5, Cayenne Turbo, mit tudom én, ML, G-Merci, a nagyok, akik egyébként meg közben nem tudnak normálisan vezetni. De most azokban nincs index, nem? De
tudom. Gyárilag benne van. Igen. Csak ilyenkor viszont van. Gyárilag benne van. Na, de a kopaszok. Na, a kopaszok. És ők így most ott a borotválkozás közben a Rudolf Péter így belenézett a körbe. Zaher Gábor, tudod így. Most nem erre gondoltam. De hanem, de majd, most nem erre gondoltam, hanem ül az X5-be, 21-es, brutál felé. Peres gumi, brutál 3000-es, nem tudom mi, és nagyon tolja, és 70 és Siófokban már lenne akar lenni a Sandon, mert egyébként még izé van, nem tudom, ott kell lenni Gettán, de az csak 10-kor van, de már reggel 8-kor elindul, érted? És indexel. Azok csinálják. Jó, ha azért mehetek, hogy lemenjetek és megverjétek Pam Gabót, akkor oké. Okay. Pam Gabó nagyon nagy egyébként. Őrületes táncot. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink, mert hogy nyilván ők sokkal jobban ismerik nálunk a Kreszt, és mindig segítenek ilyen esetekben. Azt mondja, hogy igazad van, Bali, ne hagyd magad, Feri úgy gondolkodik, mint egy nyugger. Miben? Mindenben, ez is igaz. Hello! Nem tudom, mivel lettél nyugger, de egyetértek az SMS-ek. Kicsit érdekesen szűrsz az SMS-ek között. Oli a kenyeres. Segítek, Balázs, a belső sáv, előző sáv, Kressz szerint csak előzésre használhatod, ha te egy villogós csávó vagy, akkor egy igazi sútyó vagy. Látod, folyamatosan nem haladhatsz a belső sávban. Igen, ezt például az osztrákok büntetik, a magyar rendőr ezért nem szed ki, de az osztrákoknál, ha nem mész le jobbra, azonnal előszednek, igen. Ez az Jani, oszd a hajasbabát. Jött ez is. Azt mondja, hogy mondom a tutit, leállósáv, haladósáv, előzősáv. De mindig jobbra tarts. Laca 69 írta nekünk. Aha. Mire gondol, hogy mindig a leállósávban... Ő a leállósávban megy. Lakott területen kívül előzést jelezni villogással szabályos. Egy éve legalábbis nekünk ezt tanították, szerintem nem változott. Ezt Peti írta nekünk, az első jobb hozzászólás. Köszönjük. Tehát, hogyha lakott területen kívül vagy, akkor finoman jelezhetek neked, hogy legyél szíves, szóljál már. Hát csak az a baj, hogy az, hogy nem egyszer jelzed, hanem egymás után 30 hát előzés jelzel ilyen. Egy autónak. Igen. Tehát villogsz, mint az állat. A levillogás az nem önkéntes rendőrködés, kérdezi Éva. Szerintem nem. Tehát az önkéntes rendőrködés az akkor van, ha te valakit brutálisan a másik kárára nevelni akarsz. A villogásnál te csak jelzed, hogy léci adj helyet, sietek, engedj el, kultúráltan szólsz. Én így értékelek egy normális villogást. Nem? Mondta nem így van. Egy villanás, belebambultál, nem haragszom, nem használd a tükröt, léci, menj már le, hadd menjek el. Brutál reflektor, segbe menés, az már picit erősebb. Azt mondja, hogy én is villogok, akit csak tudok, de ha engem villognak, akkor az van bennem, hogy a hülye biztos balesetet fog okozni. Ezt gondolhatják az önkéntes rendőrök is. Azt mondja, hogy te vagy a legnagyobb önkéntes rendőr, Balázs. Sziasztok, már látom a holnapi reggeli bulvár címlapokat. Balázs élőadásban van vallotta be, hogy hamisan tanúzna a bíróságon. Ja. Igen, az eleje. Tanút szedek magam mellé, felszedem a stoppos, beültetem, lefizetem. Nem villogtam, majd ő tanúsítja. Kressz szerint előzési szándékot fénykürtel és kürtel jelezhetsz. Aha, kürtel is? De dudálhatsz és... Finoman, igen. Igen. A villogás ugyanaz, Balázsnak van igaza, mint ha valakire finoman rádudálsz, aki elbambult a pirosnál. Na például? Aha, hát ott rövid duda, oké. Egy ilyen kis figyelmes. Ha arccal ráfekszel is. Aha. nem én aludtam be, hanem az előtte váló. Csak mondjuk jellemzően azt szokott dudálni, aki nem lát az egészből semmit. Igen, hátul, és utána téged vernek meg, aki közvetlenül mögötte áll, aki elaludt. Ugye hárommal mögötte dudál valaki. Nem, ő nem mész, mert még vannak ketten előttem, és ők nem mennek, bocs. Mit a fázó? Én például azon sem sértődök meg. Én nagyon sokszor bambulok el piros lámpánál, sőt, nekem van egy piros lámpa Török Bálinton, ahol én mindig elalszom. Mert 6 perc és piros van. És ha reggelezem, forgatok, akkor én tudom, hogy 6 perc üresbe rakom. Hanyat döntöm az ülés. De még hátal is éreztem, ugye? Mert 5 perc akkor, mikor nem aludtál egy 6 hónapos gyerekkel. És mindig a dudaszóra ébredek, mert tudom, hogy úgy is fölébresztenek, de sose éreztem ingerenciát, hogy na most kiszálljak, és akkor mit dudász? Hát megköszönöd, és tovább mész, tehát nincs ezzel baj. Most lesz a Kressz vizsgám, a gyorsában nem szabad akadályozni a mögöttünk haladót, szabad villogni, sőt dudálni is, ha szükséges. Na, köszönjük, akkor ezt többen elküldték, tehát valószínűleg ez lehet az igaz. Tehát tessék lemenni, Ferenc, nem nyuggerkedünk a belső sávban. Világos, nem önkéntes rendőrkedünk, nem neveljük a huligánokat. De rosszul járunk. Hanem szépen lemegyünk a jobboldali sávba, a külsőben. Értem. Jó? Uh-huh. Na, Oven bácsival, Beru nénivel játszunk, ha valaki játszana velünk, írja nekünk SMS, mi pedig jövünk, Ákos, híre után.
3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Egy jó Van Halen, gyerekek. Ez jó lenne tényleg. Így van. Egy jó kis Van Halen kocsmában felirat, hitel nincs, de Van Halen. Köszönjük szépen. M3-as autópálya Debrecen felé a 65-ös kilométer kamion felborult, teljes útzár. Aztán kerüljetek a 3-as Piskolc felé a 60-as kilométertől, ez is megállt, mint a Katalin babája. R32 küldte nekünk, köszönjük szépen. És Budai-Pesti alsó rakpart a szokásosnál gyorsabban haladok. Oké, okay. De hogy mész egyszerre két rakparton? Azt nem tudom. Ugye? Buda és Pesti alsó rakparton a szokásosnál gyorsabban haladok. Hogy? Jó. Szimultán versenyzel magaddal a Buda és az a Pesti alsó rakparton? Csomádi vasúti átjárónál torlódás van, ez pedig Adrián küldte. Nekünk köszönjük szépen, mi pedig kressz helyzeteket elemeztünk, és az a jó egyébként a laikus kressz helyzet... Én pedig jegyzeteltem. Te jegyzeteltél, hát neked is kell azért az info az anyusülésre. Kell, csak hogyha én mondok valamit, ugye ez nem hiteles, mert ugye nincsen jogosítványom, nagyon könnyű rajtam fogást találni ebből a szempontból, de hát nyilván is naponta átéljük ezeket a helyzeteket az utakon. Na pont ezt akartam mondani, hogy ez azért jó erről beszélni, mert ugye ki a fene emlékszik már arra, hogy mit mond a kressz. Ha nem olvasod el, és 20 évet csináltad a jogsidat, egyébként nem nagyon. De mégis minden nap kerülsz olyan helyzetbe, amit a saját belátásod szerint kell eldönteni. És ezért érdekes egy helyzet, hogy villogsz, nem villogsz, lemész, beráksz, megszabályozod, leállósában kimegy, baja, hogy a leállósában megy, közön van-e hozzá, nincs közön. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Hétköznapi helyzetek, mindenki úgy oldja meg, ahogy a vérmérséklete, a tudása, a szemlélete, a mentalitása engedi. Na, nem? Az ilyenekkel van baj, akik a múlt ködébe vésző tudásukra alapozzák a közlekedést. Hát, bocsássátok meg nekem a hibáimat, az egyik az, hogy nem bújom minden este azt a rohadmányos kresszkönyvet, amit annyira utáltam, talán kékszínű volt. És 20 évet tettem le a jogsid, de hogy pont ezért érdekesek ezek a szituk, amit felvetettél, mert tényleg az ember nem emlékszik rá, valami rémlik, és ott abban a helyzetben kell megoldanod tudásod legjavát, legjobbját adva, de egy csomó helyzetben tud rosszul dönteni, vagy hülye vagy, vagy a vérmérsékleted döntett veled rosszul, és nekiállsz megnevelni az illetőt, megsértődsz, ha levillognak, verekedni akarsz, vagy te villogsz le valakit. Tehát ugye, a kressz csak egy része. A másik, hogy milyen autód van, hogy ítéled meg magad az úton, mit gondolsz magadról az úton, mi az identitásod az úton, hogy nagy autó, bármit megtehetek, kis autó, nem ártok senkinek, kis autó, de ártok a nagyoknak. Hát nagyon sok szemlélet keveredik azért az úton, ezért is izgalmas a közlekedés. Józsa, mondjuk a kis autó, meg egy csomó automárka, amihez mondjuk ilyen sztereotípan állak hozzá, az eleve kivált egyfajta mentalitást. Tehát, hogy pont te mondtad a múlt héten példaképpen ezt a gyorsulási versenyekre is időnként felbukkanó kis polszkit, ami gyakorlatilag a bármit megver százon, hogyha egy ilyennel találkozik valaki, például ilyen, én kívánom neki, hogy találkozzon vele, hogy el kell kezdje levillogni. Itt mész előttem, te kis nyomorult takar, olyan vong, és elhúz. A kis igen, ez nagyon ritka helyzet van azért. Az országban. Igen. Na tessék, itt van egy másik szituáció. Kamionok mennek az autópályán, mert ugye mehetnek. Eddig 90 km per óra. 5 kamion összeáll. Te is én vagyok az úton? Én már nem, te még nem vagy az úton. Én, tehát megy, 5 darab kamion megy egymás után. Ja, én akkor jövök, ha megjön a bunkó jippes. Jó, még az öt kamiont látjuk az M7-esen Siófok felé, de még ugye az Érdi emelkedő után vagyunk. Igen? Én megyek haza Velencére, szánalmasan, kielőzöm a kocsisor. Nem kis család, de egyedül vagyok. Gumicsónakkal a tetőn. Ja, igen. De már nem egy ilyen, hogy igen. Ja, várjál, mondom, fölfújt gumicsónak. Fasírozott a zsemi az utas. De csak az életkérzés kedvében mondjátok el, ugye? Tehát fölfújt gumicsónak van legumipókozva a tetején, de az egyik gumipók már kiakadt, és lifeg, és így veri a kasznit, tudod, ahogy mész. Igen, és alulra akasztottad be, mert ott ki van rohadva az ajfának az alja, ott van egy gumipókkal. Gumipókkal van csinálva, és akkor én kielőzöm a kamionsort. Igen. Mert én tudok menni 120-szal. A kamion csak 80 vagy 90. Igen, 90-nel megy a kamion. De előtte belenézel a tükörbe, és akkor még nincs mögötte senki. De az 5 kamion az egy hosszú sor, és ők egymás mögött mennek 3 méter távolságra, ahova én nem tudom betenni a kis alfámat. Kielőzök 120-szal, megengedélyek lesz, hogy előzzem a 90-est. Ne túlozzál azért az alfával, nem előző 120-szal. Érdi emelkedő, 80-ról próbál 100-ra gyorsulni. Ja, már lejtő van. Ez már ja, a másik lefele, vége. Igen. Gurulunk lefele, kicsit odalépek neki. Hirtelen visszapillantom a naprobbanás. Na, és itt jössz te. Na, most gondoltam, hogy megint én jövök. Itt jössz te, igen? És elkezdesz rám villogni. Nem szép dolog. Miért nem takarodok le én onnan? Azt például nem szeretem. Olyankor te csak dudálsz? Nem, olyankor csak, hogy meglöklek átulról. Nem. Azt nem szeretem, mert a kamion előzésről te nem tehetsz.
Aha. Tehát azt tessék megvárni, míg az illető megelőzi a sort és visszamegy jobbra. Aki ott, ott villog, az paraszt, hiszen nem azért vagy te a belső sávban, mert neked nincs jobb szórakozásod, azért vagy a belső sávban, mert van három kamion, amit te meg akarsz előzni. Ha látom, hogy te utána már teszed ki az indexet és mész, egy ilyen autót levillogni szerintem tahosság, aki belemegy a seggébe és elkezd villogni, nyilván nem azért van baloldalt, mert hogy ő szórakozik, hanem mert szeretne egyébként a 80-nal rohadmányos, lassan haladó, nyomorúságos kamionokat megelőzni. Ilyenkor, aki villog, az tahó. Szerintem az de nem megy 130-al a belső sávban. De nem tud, hát előz, tehát nem tud fölgyorsulni, tehát ilyenkor nyilván az ember, ha normális, akkor nem villog, én soha nem villogok, előzd meg. Ha utána azt látom, hogy bosszúból nem mész még le, lassan mész le, direktben maradsz még, mert ilyet is csinálnak, nem értem, hogy miért, mert látják, hogy ott van az ember mögött, és akkor még egy fél kilométert megy a belsőben, és lassan megy jobbra nagyon. Hát mert nem mer még visszamenni, ott van egy kamion mögötted. Nem, azért csak. Tehát azt levillogni szerintem tahóság. Tehát akkor meg kell várni, hát miért ne előzhetne? Hát én is előzhetek valakit lassabban úgy, hogy mögöttem gyorsabban jönnek. Azt én se szeretem, ha levillognak. Hát nem látod, hogy előzök, te hülye? Hát ne villog, majd ha megelőztem, visszamegyek jobbra. Tehát azt szerintem parasság, aki ilyet csinál. Hát miért kéne villogni? Hát te előzöl, nem? Vagy most hülye látom? Nem, tök jó. Látod, csak azt akartam mondani, hogy de hogyha te beazonosítatóan Balázs van mögötted, és villog, akkor nézd el neki, tényleg legyél tapintatos, elnézve, valószínűleg arról van szó, hogy már egy hónapos az a kalkutai izzó, és elkezd kiégni, és hát akkor olyankor kezd el, így van, akkor kezd el villogni, mint az állam. Nem, szerintem a közlekedés az arról szól, hogy a lassabb autót toleráljuk, de a gyorsabbat se kérdőjelezzük meg, hogy hova siet. Mert nem tudhatjuk, tehát ez a gyorsabb autót egyből utálok, ez az a lassú autósok mentalitása se jó. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogy én nem bánthatom őket, ha előznek, vagy bárki, akinek nagyobb gyorsabb autója van, de a lassabb autó se bánthat téged, és fegyelmezhet meg azért, mert te hova rohansz. Mert nem tudhatod, hogy az illető hova rohan. Tehát nem kell egymást szabályozni, rendszabályozni, önkéntes rendőrködni, jelezni, hogy itt vagyok, menj le, te engedj el, én meg lemegyek, ha te vagy gyorsabb, és nem feladatom megkérdőjelezni, hogy na nézd már, anyjuk! Mi van mögöttünk? X6 aranyom, X6, ne, az nem megy sehova. Büdös X6-osok? X7 alatt nem semmi sehova. Menjen! Tehát, hogy nem feladatunk egymás megkérdőjelezése, hogy ki hova rohan, csak adjunk teret, igen, és menjen. De hogyha az illető, aki gyorsabban akar menni, és aki végtelen módon ismeri a kreszt, és ő azt gondolja, hogy neki ott mennie szabad, azért azzal is tisztában kell legyen, hogy nem hajszolhatja a másik autót balesetveszélyes helyzetbe. A balesetveszélyes helyzet nem csak a hajszolás miatt van, hanem amiatt, hogy nem mentek le jobbra. Sokkal balesetveszélyesebb az, hogy ott vagytok benne. Na, ügyesen belekevertél, nem mentek. Hát nem mentek le. Hát most bejöttél a ringbe, akkor azonnal nem mentek le abban a szituációban, amiről beszél. Balesetveszélyes helyzet a forgalom fenntartása miatt is lehet legalább annyira veszélyes, mint hogy én megérkezem mögéd egyébként. Sőt, tehát hogy... Érted, mit mondom? Persze. Na, ugyanakkor azért nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy bármikor, amikor mondjuk egy rendőrnek kéne ebben a szituációban dönteni, biztos, hogy nem neked adna igazat. Mert azt mondod, hogy te, hát 130-al lehet menni, a mazsola én, 130-al mentek, ma annyival szabad menni, maga többel ment. Hát eleve a hátsó hibás a keresztben, igen, tehát ha te belemész hátulról, akkor az első bármi érfékezett ott nagy többségben a hátsó hibás, hiszen van követési távolság, meg tudsz állni. Tehát ott az esetek nagy többségében a hátsó hibás. Nem tudsz nagyon elől mit csinálni. Na, játszunk egyet, de jó felvetés volt, érdekesek ezek a hétköznapi kressz szituációk, hogy ki hogy oldja meg egyébként. Még ha életszerűtlen is, igen, az alfával. Világosan, hiszen az nem megy annyival. Igen. Hagyjátok az alfást, élvezi a belső sávot, írtam. Nyaral. Nyaral a belső sávon, igen. Na, játszunk Oven bácsival, és Beru nénivel már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Haló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Kriszti! Igen, én vagyok Kriszti. Merre vagy, Kriszti, honnan hívtál minket? Hát valahol az M7-esben vagyunk. Na, merre mentek? Horvátországban megyünk nyaralni. Ó, de jó nektek. Hát ott gyönyörű idő van most. Igen, néztem én is azt alkalmazáson, hogy ott jó idő van. Merre mentek? Zírszigetre megyünk. Az ott fönt az isztriai rész mellett, vagy lejjebb, Split felé, merre van? Lejjebb. Lejjebb. Pont ott. Hát ott a szigetek. A Krik-sziget van. Az van elég Horvátország. Krik alatt van vír. Krik alatt. De szép rész az. Az már nem Isztria, de még nem Dalmácia. Igen. Ott a kettő Krik-sziget. Az még inkább a felső rész. Szép rész, igen. És kivel mész? Családdal. De jó neked. Férj, három gyerek. Ó, hát akkor nagyon. Nagyon jó. Még egy csomó ideig tudtok minket az a határ másik oldalán is hallgatni. Egyébként szólunk. Igen? Igen. Egy ideig. Felső Krikig.
Feseklőkig jók vagyunk. Szóval, hogy ilyen csönd van, megálltatok, félreálltatok, vagy minden... Azért jó, mert ott vannak. Jó, hát igen, megállt. Ez a nagyobb gyerek volt? Nem, ez a férjem volt. Azért helyes, hát valami élet legyen. Három gyerek, férj, te, hát öt ember ott rohan Horvátországba, hát ott el kell, hogy szabaduljon a pokon. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berú néni, figyelj. Figyelek. Ők is éppen valahol forgalomban vannak. Ez egy sorozatnak a zenéje lesz, figyelj. Ez valami régebbi sorozat. Igen, igen, ez egy régi sorozat, és nagyon jó kis sorozat. Hát mutatjuk még egyszer, figyelj. Kisváros. Külföldi sorozat, és jó, volt régen. A pasik nagyon szerették. Hát régebben nem nagyon néztem a régebbi sorozatokat, mondom az őszintét, inkább az újabbakat. Na figyelj, mutattuk egy hosszabb részletet, jó? Jó. Kivettük a bögrét, figyelj. Hát ez nagyon nincs meg. Szinte pedig az egészet megmutattuk. Nincs meg? Nincs. De kár, ez a Béva sorozat volt. És nagyon ismerhetted ezt egyébként, ugye jó csajok voltak benne. Pamela. Lassított felvételen futott benne Pamela Anderson, oda meg vissza. Ah. És közben történt valamit, azt kit érdekel. Így van, nagyjából ez volt a sorozat. Hát nem nagyon néztem sajnos. Hallgass meg. Itt jött Mitch. Pamela. Mitch. Mitch Buchanan, vagy hogy hívták? Az. És ez maga a mester énekli? David Hasselhoff? Nem, ne, majd a George Michael. Gyerekek, Pamela Anderson, Erika Elenya, Carmen Electra, hát bombázó, olyan bombázó, hogy brutál jó csajok hát voltak. Budi ajtón voltak ők kirajszögezve. Bizonyám. Hát az újabb is sorozatokban jobban otthon vagyok. Magyar hangja Forgács Péter. Magyar hangja Orosz Helga. Magyar hangja a Kerekes József. Nem emlékeztek? Igen, magyar hangja a Gobi Hilda. Erika Elenya. Na jól van. Krista, hát ez nem volt meg. Hát nem. Nem, nem. De azért játszottam. De kár. Köszönöm. A férjed se tudta? Nem. Jön mindenki... ajándék! Mindenki itt hallgatja a telefonon, fülhallgatóval, de senki nem. De nem. Pedig Baywatch. Hát ez nagy sorozat volt régen. Köszönjük a játékot, Krista. Puszilunk. Jó nyaralás nektek! Köszi szépen! Érezzétek jól magatokat. Sziasztok! Hello. Nem volt nehéz, hát az, aki látta a Baywatch sorozatot. Soha nem felejtél, és egy picit abban bízik, hogy ilyesmit láthat Krk szigetén a tengerparton. Anya, menj már még két olyan, tudod, amit tettünk. Vagy mindegy, eszök hozzá valamit. És jobbról elfut Carmen Electra. Igen. És utána egy közösen elnyal egy kalipót Erika Elenyákkal. Ez valószínű. Igen, hogy táncoltak azok. Erre is láttam valamit. Visszafogott akkor megint. Emlem is arra volt erre. Itt van 10 kóna, vegyél magadnak valamit. Sokáig ne gyere vissza, hogy megnézhessem még Erika Elenyákot. Így van. 3 perc van 8 óra, jövünk Ákos híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, 2 fő reggel van, marad a rossz idő még a mai napon, aztán csütörtöktől már gatya rohasztó meleg lesz, azt olvastam, hogy visszatér a nyár, jön a kánikula, és hétvégére már lehet újra tervezni, mert brutálisan jó idő lesz, és marad is egy ideig. Ma és holnap még kicsit hűtjük a házat, hűtjük a lakást, aztán szerdától jön a felmelegedés, és a jó idő. Igen, de egyre kevesebb ideig. Na, hogy arra ugye már hetekkel ezelőtt felhívtad a figyelmet, talán egy picit még indokolatlanul, de azért egyre rövidülnek a nappalok. Tényleg így van, én is néztem egyébként, hogy egy perccel később virrad, és egy perccel korábban sötétedik. Bizonyám. Így van. Naponta. És egyszer mindannyian meghalunk. Ez naponta 2 perc. Ezek a tényen, gyerekek. Naponta 2 perc. Jönnek még az SMS-ek közlekedés témában, mindenki írogat nekünk felháborodott hangvételben, osztják egymást hallgatóink, megy a veszekedés az SMS-ekkel, amiket beolvastunk, és mindenki szeretne még hozzászólni. Lezártuk már, köszönjük szépen. Jó téma, egyébként állandó konfliktus forrás nyilván a vezetés, de lezártuk. Úgyhogy már senki ne idegesítse magát az SMS-eken, a hallottakon.
ki egyik másikunkkal ért egyet, a belső sávot rosszul használók, a villogók, a nem villogók, de lezártuk a témát. Jó volt, köszönjük szépen, de tényleg lehúzzátok föl magatokat, és használjátok a külső sávot. Azt mondja, hogy... Pesti buszos vagyok, két évente vizsgázunk keresztből, agyrém, hogy köztetek kell minőségi szolgáltatást nyújtanom sikerrel. Bonito küldte nekünk, köszönjük szépen. M3-as Budapest felé 65-ös kilométernél is szűkítik, táblázva nincs, hirtelen jön a szűkítés, úgyhogy vigyázzatok, mert nehéz észrevenni. Sopron határátkelő, hatalmas torlódás az osztrák ellenőrzés miatt, menekülteket keresnek. Azért, ha eleresztenék egy Allah Akbart kiabálva, lehet, hogy megzavaradnának, mint malac az esőben. Azt mondja, hogy nem tudjátok, mi van az M7-esen Pest felé, az érdi emelkedőtől arra szólunk, szép napot. Jönnek vissza a Balcsiról, ugye lehet. Nagyon sokan azt csinálják, már, hogy nem este jönnek, tegnap, tehát nem vasem délután este, hanem ilyenkor reggel, és szerintem az... Lehet, hogy ott egy kicsit bedugult, ha baleset van, és látjátok, küldjetek el, hogy tudjuk mondani. Szokásos dugó a 10-es úton befelé, most mi az okasor vége az Osan áruháznál, Laci Szent Ivánról küldte. Nekünk köszönjük szépen, M7-es értől lassan halad Pest felé, így van, ezt Ádám is elküldte, Csomádi vasúti átjárónál torlódás van, Adrien küldte nekünk, és Debrecen felé az M3-as autópálya, kamion felborult, még mindig tart az útzár, úgyhogy vigyázzatok és próbáljatok a 3-asra menni, bár azt mondták, hogy most már a 3-as is bedugult, úgyhogy arra most egy kicsit, hát hogy is mondjam, nehezebb az átjutás. Meghasadt a hajnal, epokit kéne. Hozzatok ragasztót, megcsinálom én-e. Feri küldte nekünk, mint egy elmondva, hogy milyen az írci reggel. Az írci reggel. És aki Forma 1 rajongó, az nagyon figyeljem. Nagyon! Bizonyám, mert hogy a hármasugrásban Forma 1-es belépőket lehet nyerni a jövő heti hungaroringi nagydíjra. Nem keveset. Nem keveset. Nem akármilyet. Nem akármilyet, és nem csak egy kérdéssel, hanem hárommal. Bizonyám. Ha valaki mint három kérdése tudja választ, Supergold jegyeket kap, pénteken majd Supergold VIP jegyet sorsolunk, de az se baj, ha valaki esetleg elhassal, és nem tudja a harmadikat, vagy megáll, és nem kockáztat, mert lehet nyerni sima jegyeket is, ami szintén három napra szól, csak lehet, hogy érdemes átgondolni, hogy az ember inkább megáll, és elviszi a simát, mint hogy kockáztatja a harmadik kérdést, és elbukja a Supergoldot. A Supergold VIP az azt adja még, hogy át tudsz meg... Azt! Oha, köszi! Gyerekek, egy olyan jegyet nyerhettek pénteken, ami azt is adja. Ami azzal jár! Ami azzal jár, azzal. Aha! Mi volt a kérdés? Hát tulajdonképpen már én sem emlékszem. A Supergold az ugye az a hely, ami szembe van a padokkal. Padokkal. Padok, asztalok. Asztalok, padok, padok, ilyesmi. És ha VIP, akkor még bemehetsz a padokba? Akkor gyalult padok. Nem. Hát akkor mitől VIP a VIP? Nem. Dehogy beszélsz itt. Butafája. Butasságokat. Mit mondtál? Ja. Hogy? Nem. Baromság! Bármit mondtál, hülyeség. Nem. Arról van szó, hogy a Supergold és a Supergold VIP között az a különbség, hogy a Supergold tribün mögött van egy sátor, ahol van az elemózsia. Ó, meg az ital. Hard tap. És gulyás ágyú. Téli szalámi, kaszinó tojás, sonkás. Így van. Oda egy sajtos roló. Sajtos roló, így van, amit János csomagolna, ha ott lenne, és minden egy kis kaszinó tojást is. És oda be tudsz menni. Tehát a padokban nem mehetsz be, mert az külön jegy, de a Supergold VIP-el be tudsz menni pénteken vagy szombaton, lehet még, esetleg vasárnap már biztos nem a padokba, de vasárnap a nagy futamon te tudsz enni-inni, attól VIP, hogy SMS-om, bizony, és dánc. És kikabálhatsz a haveroknak is az álló helyhez, hogy szalámis is van! Gyere ide, kiadom! Jó! Róla? Nem! Oké. Meg még lesz akkor a szalámisból is három. Csomagolnám alufóliába. Így van. Tehát tudsz enni-inni. Az a VIP. Kokuszgolyó nincs! Hát, sokat csinálják. Meg lehet. Jó az? Bizonyám. Úgyhogy kajapia, stb. És vannak Red Bull relikviáink is, úgyhogy azt is megnyerhetitek a hármas ugrás kérdésben. Na, Juni megjött Amerikából, mindjárt elmeséli az élményeit, de nem is ez ebben az érdekes. Hanem az, hogy már akcentusa van. Így van, hanem elfejtett magyarul. Hanem az érdekes ebben az, és szerintem hallgatóink is érintettek lehetnek a témában, sajnos nem, mint amerikai utazás. A lényeg, hogy őt a férje elengedte 2 hétre Amerikába a barátnőivel. Bizony. Hogy mi a gyanús ebben? Az a kérdés. Hát, és azért hogy erről kell egy kicsit beszélnünk. Így van, és ebből egy fel is tűnt neki. Így van. Ez meg kifogyott a hűtőből a sör. Juli!
Júli! Hol a serem? Hol van-e? Amerikában van a pejtjed. Jó? Na mind. Szóval, hát érdemes lesz megszólaltatni a Julit, mert szerintem nagyon sokan szenvednek abban a betegségben, hogy azt gondolják, hogy a párkapcsolat arról szól, vagy arról szólhat, hogy ha én se, te se, ha én is, te is, ugye? Ismerjük ezt. Te nem mész sehova külön, de akkor te sem mész sehova külön. Most direkt egyszerűbben mondom. Nem. Picit bonyolultam van. Hogy? És még egy variáció? Ha nekem nem jó, neked se legyen jó. Illetve? Ha nekem ha jó, én nem megyek, te sem ész. Vagy szóval, együtt sírunk, együtt nevetünk, vagy sehol. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Ugye Juli amerikai látogatása nekünk témaindítónak remek, hiszen párkapcsolatban azért sokan elkövethetik, és nyilván hallgatóink is átérzik ezt a dolgot, azt a hibát, hogy nagyító alá veszik azt, hogy mit csinál a másik, hova megy, engedik, nem engedik, a feleség szabályozza a férjet, hogy ne menjen horgászni, a férj beleszól abba, hogy ne menjen el a férj hétvégén egyet bulizni a barátokkal, vagy ha elmegy, akkor miért jövő nem jövő héten őt én is, megyek. Vagy elmegy ellen elmenni, mert a nők azért nagy ellen elmenősek, ugye azt tudjuk. Hogyha Egy-egy, tehát a nők nagyon szeretnek egyenlíteni. Emlékszel, januárban te is voltál, most én jövök kétszer. Vagy ha elmész péntek este a haverokkal, akkor ők ellen elmennek. Ugye szombat este gyorsan összetrombitálják a barátnőket. És hát ezt ennek valamilyen úton, módon mindenki a haszonélvezője, vagy az elkövetője, vagy pedig a, hát hogy is mondjam tulajdonképpen, az elszenvedője ennek a dolognak, amikor a párkapcsolatban rendszabályozzák a másikat. És nagyon hova fontos mehet, lenne, hogy legyen a másik pólus részéről is valaki, mert mi itt sajnos csak azt az oldalt tudjuk képviselni, ahol a nők rendszabályoznak. Na, mesélj csak. Gyerekek, én nem panaszkodhatom azért. Tényleg? Hogy csinálod? Megvan a recept. Na, korán kell elkezdeni. Ideve, már az elején szoktatás. Az elején kell ezt elkezdeni. Nincs nyúnyorgás együtt állandóan, ugye, nehogy hozzászokjon. Ridegtartás, és akkor ez így marad. Nem, most a másik végletet mondod azért. Tehát nem, hát szerintem az elejétől kezdve kell, hogy működjön a dolog. Tehát, hogy... Egy jó párkapcsolat azért nem arról szól, hogy nem lehet külön lenni, nem? Hát vagy hogy te nem mehetsz külön, vagy hogy te nem mehetsz el a barátaiddal egyet hétvégézni, vagy nem utazhatsz el egy-két napos hétvégére. De ha te szereted a nőt, igen? Aki életed párja, akkor te úgy akarsz a barátaiddal lenni, hogy ott van ő is. Most, de biztos viszel magadra a képet. Beletek. Ilyen papucs, lábszagú, papucs mentalitású, de most nyallereskedő, biztos van a nőknél egy... bevágódni akaró, hogy nyallereskedő. Ne mondd már, semmi. Hogy nálad nincsen egy kihajtogatható fényképkatalógus a gyerekekről és a feleségedről és az esküvődről, ha valahova és nem mutatod mész, meg naponta háromszor a haverjaidnak ilyenkor. És amikor elmész bulizni, érte, csak fölhívod őket 9-kor, hogy mesét olvas még telefonon keresztül. De várjatok, mielőtt feldobjátok a hostess lányt a Blackjack asztalra, megmutatom az esküvői fotóimat. Ugye? Még nem láttátok? Nem mondd már, nincsen ilyen szituáció. Az, hogy elmész a barátaiddal, és az hostess lányok vannak messzelül a Blackjack asztalon, az megint ugyanaz. Két véglet. Ja, tehát az két véglet. De hallom, hogy azért ez nagyon sok helyen problémát okoz, hogy nem Balázs, mehet a... Balázs, inkább ez a valóság. Balázs, azt ne szív fel a záróvonal. Nem? Hát örülök, hogy most ma már én vagyok a kábítószeres. Én vagyok a tahonvezető, most már én lettem a kábítószerező. A kettő között megtaláljuk az igazságot, csak akkor mondd, Léci, melyik az igaz? Hostess lány messzerenül asztalra rakó, közben az aszfaltcsíkot felszívó, egyébként a cipel bukon közlekedő, két egyébként a családját nagyon szerető, csak a külső sávban közlekedő, mindenhova a feleségével menő, barátaival soha nem találkozó, péntek szombat este barátaival soha nem elmenő sehova, otthon na, ülő. Én múlt héten papucs. Csütörtökön voltam fiúbuliban 8-kor, 8:30-ra otthon is voltam. Mert nálatok volt a fiúbuli. És felrendeltek a szobába aludni. Ferike? Alvásra tudod reggelni. Ledobod azt a kötényt, annál jössz fel aludni, mert úgy elverem a senkedet, hogy holnap nem tudsz ülni. De előtte megfőztél mindent. Ide rakod a személyedet, jogosítványod, bankkártyádat, azt marsd be az ágyba, az oknit leveszel, mész aludni. Na szóval, na, akkor mi az igazság? Tehát akkor a kettő közt, akkor mi? Vázoljunk fel még szituációkat. A bunkocsipes és a záróvonalat felszívó? Most mire két erőteljes szélsőséget mondtam. Tehát mi vagyok még ma reggel? Akkor még egy szituáció.
Dobrai útról. Esetleg egy naplementés képeslapot kap, kedves feleségem. Kedves otthoniak. Csókoltatlak benneteket. Noel. Hol a Juli? Üdvözletemet küldöm. Minden rovinyból. Nagyon szomorú ez az egy hét nélkületek. Annyira üres Zakopáné nélkületek, hogy... Zakopáné. Hello, Juli! Jó reggel! Good morning! How are you? How are you? Kicsit már akcentus. Hoztam nektek kulcstartót. Hú, nem kellett volna lazni. Álságos ajándéknál jobb az őszintén semmi. Megmaradt? El nem ment el a rokonságnak, gyerekeknek nem kellett, de drága vagy. Hol voltál? Melyik részén voltál Amerikának? Hát volt búcsú a New York képkód, úgyhogy... Azt a minden segít neki. Úgyhogy kérlek szépen, nagyon-nagyon nem utaztam, és nagyon hazajöttem. 2 hét csak barátnőkkel. Csak barát, igen, így van. Gyerekek, de jó! Illetve egy barátnőm kinnél. Micsoda, mit mondtál? Én is mindig erre vágyott, 2 hét csak barátnőkkel, igen. Igen, tehát, hogy egy barátnővel merül kinnél, és jövőre jönnek haza, úgyhogy most megragadtam a kínálkozó lehetőséget, és még kimentem hozzá. Felszálltál egy repülőre, és elmentél. Igen. Itt hagytad a családot, itt hagytad a férjedet, és elmentél 2 hétre. Itt. Úgyhogy ez már februárban biztos volt, mert már akkor lefoglaltam a jegyet. Már januárban elkezdtem puhatolózni a Mirónál, hogy mit szólna hozzá. De miután lefoglaltad a jegyet? Jogos? Nem. Megvan a jegy, nem dobok ki 200 000 forintot. Az én barátnőm már nagyon sokszor hívott, és akkor ez így úgy ott volt a levegőben, és akkor mondtam, hogy akkor ezt meg kéne valósítani. Elkezdtem nézni a repülőjegyeket, és akkor a Miró egy kicsit megsértődött, hogy hát akkor én itt tényleg foglalkozom ezzel a gondolattal, aztán utána hogy is mondjam, belátta az, hogy az elmúlt 8 évben... Eleged volt. Kicsit. A Mirónál mi a jó módszer? Ez a aprónként adagolás, hogy jaj, Amerika, elkezded mondani először, hogy milyen jó lenne, és most még a barátnőm ott van, vagy bejelented neki, hogy megyek? Hát ő tudta, hogy az én barátnőm kinnél, azt is tudta, hogy meghívott, azt is tudta, hogy nagyon szeretném megnézni New Yorkot, úgyhogy így elé álltam, és azt mondtam neki, hogy na ide, figyelj, én szeretnék idén elmenni. És akkor ő azt mondta, hogy jó, rendben, de hát a gyerekeket nem fogjuk tudni megoldani. Jött a lelki terror. Igen, és akkor... Nyomasztás. És akkor mondtam, hogy de azt is meg tudjuk oldani, mert hogy a gyerekek el tudnak menni táborba, és akkor nem volt több appelláta, és akkor onnantól kezdve ő is nagyon támogatott. Tehát, hogy váltott nekem valutát, megküldött. Hogy menjél. Igen, és sok szerencsét kívánt az úthoz, és érez jól magad. Hogy látod, hol fordult meg a dolog? A Miróban hol fordult meg a dolog? A amikor azt mondod, persze, hogy 2 hétre le tud pattintani a gyereket, mit gondolsz ilyenkor? Anya Amerikában, gyerek táborban. Így van. De nem ő az elejétől kezdve egyébként mondta, hogy én mondtam neki, hogy milyen jó lesz, itthol leszel egyedül, magadban azt csinálsz, amit akarsz. És mint utólag kiderült, azt mondta, hogy ő neki egyébként ez annyira nem volt szláv karneval, nagyon elanyátlanodott. Úgyhogy amikor megláttuk egymást a repülőtéren, nagy sírás-rívás volt. Én nem láttam még a férjemet sírni, de akkor ott sírt. Hát sajnos visszajött. Volt? Igen, te nem volt szomorú, nem. Nagyon örülök neki. Üres volt nélkülünk a lakás. Nem volt ki, ezt szóljon. A magas sarkukat. Azt hittem, hogy 3 méter volt tényleg. Nem. Állítólag rosszul érezte magát nélkülünk. De most miért van, létezik ilyen is? Nek mit kell mondani, de jó. Jaj, de profi. Van nagyon jól tolja. Nagyon klassz volt az útam, bár az elején úgy tűnt, hogy meg se érkezek, mert hogy kiállítottak a sorból. Kiszedtek kint? Rögtön a reptéren. Igen? Gondolták, hogy dealer vagy mi? Vagy? Nem. Én nem tudom, hogy mit gondoltak. Illetve pontosabban most már tudom, mert hogy utólag a barátnőm megmagyarázta, hogy az egyedül utazó nők azok nekik mindig feltűnőek. És elkapott egy elég arrogáns rendőrnő, és elkezdett kikérdezni, és én egyre inkább zavarba jöttem, hogy mik ezek a kérdések, és valószínűleg attól, hogy kezdtem zavarba jönni, attól azt hitte, hogy gyanús vagyok. És milyen volt, mikor rabosítottak, szörnyű? Úgy lenyomat, balra néz, jobbra néz. Jobbra néz, balra néz, lehajol. Egy hét a tranzitban. Nem, azt mondta, hogy jó, oké, rendben, akkor az útlevelem itt marad, és akkor álljak ki. Jézusom. És én mondom, basszus, ezt nem hiszem el, hogy repültem akárhány órát, álltam a repülőtéren 7 órát, és most itt megfordítanak és hazaküldenek. És mindez azért, mert befogott orral a Miró betelefonál. Nem kedvesek, valóban, igen, én is voltam New Yorkban, nem, nincs jó érzésed, mikor leszállsz a repülőről. Tehát, hogy nem kedvesek, nem szeretnek, az amerikaiak ugye külön sorba állnak, nyilván értelemszerűen, és ott te bármi vagy rosszat akarsz. Tehát ez az alapfelállás.
És nem és elég fokhíról beszélt velem ráadásul. Igen. És én eddig ugye az angol tanáromnál ezt a British English tanultam, azt meg volt ráadásul. Rám dobálta az izéket, és mindig visszakérdeztem, hogy mit szeretne, mi a probléma, és nem is értettem, hogy miért engem szivat, tehát miért, mi a probléma, miért vagyok gyanús. Ott volt egy meghívó levél ráadásul. Feltűnően arabos külsődben. Így van. És utána egy nagyon sötét arcú emberrel elvittek egy szobába, mondták, hogy kövessem a kék csíkot, követtem a kék csíkot, húztam magam után a kiskocsimat, akkor bementem egy szobába, akkor ott volt négy másik marcon ott külsejű rendőr. Már megint csak 20 percig ügynökök faggattak, és akkor ilyen kérdéseket tettek föl, hogy szándékomban áll-e munkát vállalni Amerikában. Mondom, nem áll szándékomban munkát vállalni Amerikában, Magyarországon van munkám. Milyen munkája van Magyarországon? Nem mondtad Morning Show, és nem mondták, hogy Bali! Jó, hogy Bali, hallgatjuk! Mondtam, hogy egy rádióállomásnál... Nagyon jó arc ez a Bali. Rádióállomásnál dolgozom. Tőlük nyúltuk a logónkat. Köszönjük szépen. És egyébként meg újságíró vagyok. Na hát akkor, hogy újságíró vagyok, újságíró. Akkor politikai témájú cikkeket fogok írni Amerikára. Igen, ez az, amikor nem tudsz jót mondani, nem, tudod? Nem fogok politikai témájú cikkeket írni. És de egyébként mondom, van nagyon jó munkám Magyarországon, meg egyébként családom. Van családja? Mondom, igen, van család. Két gyerek? Igen, hány évesek? Elmondtam. Akkor, hogy hol? És most egy nyári táborban vannak? Nem, és hol vannak a gyerekek? Mondom, a apukával? Nem, egy táborban. Akkor ezek szerint a gyerekek táborban apuka meg otthon maradt egyedül? Hát, mondom, hívja fel apukát. Skype-on nézzük meg, mit csinál. Egy táborban, mint mondod, honnan jött? Nézz a Koreából. Úgyhogy aztán végül 20 perc faggatózás után elengedtek, és annyira röhögtem, mert képzeljétek el, hogy a barátnőm papírzsebkendőmániás, nem tudom, ami miért, Amerikában is lehet kapni normális papírzsebkendőt, de ismerjük ezt az érzést. Amikor kérdeztem tőle, hogy mit hozzak neki Magyarországról, papírzsebkendőt kért. Egy százas csomaggal. Nem, 6 darab százas csomagot. Jézus. Úgyhogy a bőröndöm tele volt papírzsebkendővel, meg egyébként még kért mákot is, de azt már nem mertem betenni a táskában, és ezután kezdődött a vámellenőrzés, és mondom, kinyitom a bőröndömet, és ott fogok állni 8 darab százas papírcsepkendő csomaggal, most az mi, hogy én Magyarországról a világ és a magyar rétes felére viszek papírcsepkendőt, attól féltem, hogy megfogják a csomagokat, szét fogják nyitogatni, hogy biztos átítattam valami kábítószerre, mi a francér viszek én százas papírcsepkendőket Amerikába. Hála jó Istennek így rám néztek, és itt tovább küldtek, úgyhogy onnantól kezdve sima volt. Mutak, ez a nő nem százas. Ez teljesen. Na, de mit találtál otthon, lakásban? Még a 2 hét után hazajöttél. Legény búcsú nyomai, bármi. Ebédet találtam, rózsacsokrot találtam, kitakarított lakást találtam. Ó, az ebédet találtam, rózsacsokrot, értem a lakást, ki kellett takarítani. Az ebédet 2 héttel ezelőtt még te főzted. A romokat el kellett ültetni a tiszta lakást, megértem, igen. Nem, a Miro vált a repülőtéren kocsival, borzasztóan örült nekem. Azt cuki. Sírdogáltunk picikét, hogy örülünk egymásnak, hogy mennyire hiányoztam neki, hogy nem volt kihez szóljon. Hmm. Hát most ezzel lehet röhögni. Az a sok mosatlan, hát ez cuki, hát ez tök aranyos. 11 éve nem voltunk ilyen hosszú ideig egymástól távol. Nagy műsor volt a végén, jó volt, mi? Mármint, hogy hol? Amikor hazaértem. Szomszédok is rágyújtottak mindenki? Igen, mindenki rágyújtott. Annyi cigit aranyom ez, ha jól lehetett a Juliok, ne, hogy én is rágyújtok, mert ez hol hallottál? Most már kussoljatok, mert aludnám. Hát nagyon örültünk egymásnak, na. Na jó van. Oké, témaindítónak azonban nekünk ez nagyon jó, hogy... Ki járt Amerikába mostanában? Nem, teljesen erre gondolok. Kit motozott meg az FBI az elmúlt 2 hét? Igen, kit tepertek le szövetségi ügynökök a Kennedy reptére. Nem, ugye nyilván mindenhol azért ez egy kulcskérdés, hogy hova megy a pasid egyedül, hova megy a csajod egyedül, engeded-e, hogy egyedül menjen, a kapcsolatok egyik fő konfliktus forrása, hogy lehet-e menni, nem lehet menni, mikor mehet a nő egyedül, mehet-e egyedül, ha a pasi megy a nő is, te sem mész ezért, én sem megyek, vagy ha te elmész hétvégén a barátaiddal, én is elmegyek a barátnőimmel, ugye? És megy az egymás rángatásra, birtoklásra és veszekedés. Ez egy sokszor egy alaphelyzet egy kapcsolatban, nem? Hát azért ezt egyezzük meg. A másik gorcső, alá, bevése és nagyítóval való vizsgálódása hol volt, milyen fiúbuliban volt, kivel volt, akkor megyek én is. Mehet-e egyedül? Nem mehet-e egyedül? Csak külön, csak ketten. Engem azzal a feltétellel engedett el a Miró, hogy jöjjek haza. Én meg azzal a feltétellel hagytam őt itt, hogy bármi történik, nem szeretnék tudni róla. Nagyon! Hát ez egy nagyon liberális gondolkodás. És azt nem is kérte, hogy akkor most ő megy el 2 hétre? Nem, mert ő nem tud elmenni 2 hétre. Ő nem tud, tehát ő olyan helyen dolgozik, ahol nem tud kipattani 2 hétre szabadságra, úgyhogy ez most egyelőre nincsen napirenden. De hát ha el akar menni 2 hétre, akkor, és megoldja, akkor hajrá.
Csak a gyerekeket ő is rakja el valahova. Itt indul a legcsarolás. Na, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk. Ákos, hírei után. Háromnegyed kilenc lesz pontosan, 5 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy ha az ember kapcsolatban van, akkor ugye hát nagyon sok helyen problémát okoz az, hogy külön mennek valahova, vagy az egyik fél akar menni egy kicsit külön. Milyen jó megoldás, van-e jó megoldás, mindová együtt kell menni, hogy lehet kompromisszumot kötni. Egyáltalán miért van az, hogy párok féltékenyek arra, ha valaki egyedül akar menni. Ez egy érdekes élethelyzet, ugye sokan sokféleképpen oldják meg. Az optimális eset, amikor mondjuk egyik se akar menni, vagy mindkettő szeret külön. De mi van akkor, ha az egyik azt mondja, hogy nekem jó lesne a 3 napra elmenni a haverokkal, és anya meg azt mondja, hogy én sem megyek 3 napra a haverokkal, te sem menjél. Hát ez az ő problémája. Ez a ja, igen? Én azt gondolom, hogy igen. Meg. Hát igen, csak utána abból azért feszkó van, meg nem megy el az ember. Én nagyon sok ilyen kapcsolatot látok egyébként, ahol ez nagyon komoly problémát okoz. Hogy masszív birtoklásról szól az egész, és arról szól, hogy te sem mehetsz el, én sem megyek el, vagy ha te elmész, akkor visszazsarolom azzal az illetőt, hogy akkor én is elmegyek. Én nem értem. Szerintem egy kapcsolat nem erről szól. Mi azért sokat megyünk külön is, megyünk együtt is. Én járok a barátaimmal, én elmentem velük nyaralni, én vagyok egy hetes fiús nyaraláson is, amikor csak fiúk vannak. Hát mondom, az hogy vele ügyesen kell a dolgot csinálni, viszem a Vikit is, tehát, hogy, de ő is megy, tehát hogy szerintem egy kapcsolat attól jó, és akkor működik igazán, ha nem félelmek táplálják is a birtoklás, hanem két szabad ember az életét összekötve úgy él egymás mellett, hogy megmarad egy bizonyos mozgástér. Ha birtoklod, ha nem engeded, ha féltékeny vagy, ha dühös vagy, ha dacból elmész, ellenelmész, akkor az egész már nem arról szól, hogy két teljes értékű ember van, hanem ketten belenyomorodva, birtokláson alapulva uraljátok egymást és irányítjátok a másik életét. Szóval szerintem kell egyedül lenni. Tehát nem vagy rossz ember, hogy te vágysz arra, hogy te egy olyan baráti beszélgetéssel legyél, ahol nincs ott a barátnőd vagy a feleséged, de nem azért, mert zavar, hanem mert a barátaiddal vagy, és röhögsz, ahogy neki is megvan a saját társasága, elmennek, csajos viccekkel röhögnek, és nagyokat csikoltozva, nem tudom, beülnek egy csajos filmre. Ezt én sose értem, és nagyon sok ilyet látok. Ha elmész egy napra, én nem mész te sehova nélkülem. Na én ezt én abszolút nem tudom politika. Hova tenni. Ez egy borzasztó rossz politika, mert előbb-utóbb ezek, mert hogyha látod rajta, hogy marhára rosszul esik neki, meg nagyon erőszakos, meg tényleg nem akarsz további feszültségeket, aztán a végén tényleg rábólint, az jó, akkor nem megyek. De ez akkor is benned marad, és ez hosszú távon megmérgezi a kapcsolatot. Az, hogyha az egyik fél, és egyébként tökéletesen mindegy, hogy melyik a, vagy a férfi, vagy a nő, de smasszerkodik egy ilyen kapcsolaton belül, és akkor még időnként se engedi el mondjuk így, hogy sétára vagy kimenőre a másikat, akkor az hosszú távon meg fogja bosszulni magát. Mehet, az valóban elég durva. Igen. Ha nem mehet le sétálni, az már tényleg durva. De nem, én olyat is látok, hogy a férfi is azt mondja, hogy te sem mész nélkülem, és én sem megyek nélküled. Tehát, hogy egymást birtokolják. Tehát én sok olyan kapcsolatot látok, ahol nem csak a férfi mondja, hogy te nem mész sehova, és a nő szenved, vagy a nő mondja, és a férfi szenved, hanem egymást kínozzák. Hát akkor ők már nem szenvednek, ha egyik sokkal elengedi egy ilyen a másikat, közös, nem? De egy ilyen, mind a kettő menne külön, de mind a kettő zsarolja a másikat, hogy nem mehetsz, mert elviszel, ha elmenne egyedül jelenetet rendez, és hülyére gyilkolják egymást, és sehova nem járnak külön. Aha, mert nem nézed azt a szituációt, amit mondtam, hogy apa menne, de anya nem engedi. Ha apa elmegy, akkor anya érzi rosszul magát. Ha apa nem megy el, mert anyára van tekintettel, akkor ő érzi rosszul magát. Tehát ebből nem lehet jól kijönni. Nem tud belőle jól kijönni. Az egyik ember azt gondolja, a másik ember a tulajdona, és megy az állandó öldöklés. Aztán hát van, amikor a csajok féltékenyek, ugye egy pasis bulira, vagy úgy gondolják, hogy ne menjen oda a férfi, mert ott biztos belerángatják, vagy a többi barátra féltékeny. Tehát nagyon sok kapcsolat. Olyankor mit félsz, vagy mitől félsz, mikor csalnak? Amikor mikor? Egyedül megy el a másik. Tehát ez a fura, mert akkor is magadba kellene keresni a hibát, mert olyan valamiért te bizonytalan vagy a másik hűségét tekintve. Érted? Akkor pedig azon kellene elgondolkodni, hogy vajon ezt a bizalmatlanságot mi szüli? Az, hogy nincs már elég önbizalmad, az, hogy nem hiszel abban, hogy mondjuk egy ilyen kis kirúccanás túlélne a házasságotok, az, hogy valaki elhúzza a mézes madzagot a férjednek az orra előtt, és akkor esetleg elcsábul. Miért? Mert már nem szeret téged? Na ennek mi lehet az oka? Nem tudom. De nem biztos, hogy nem magukba keresik a hibát, hanem a másikba. Hát nyilván bizalmatlan vagy, igen, arra gondolsz, megcsal, beleviszik valamibe, de hát megcsalni nem akkor fog, ha ő eltet, ha meg akar, akkor bármikor megtehet. Ez nem attól függ, hogy ő most elmegy. Nagyon sokat látok, hogy nem meri elengedni a csaját, mert ha berúg, akkor a nő az vállalhatatlan lesz, és akkor olyanokat csinál, hogy attól fél, hogy akkor majd ott mi történik, akkor megy és őrzi. Ez nagyon fajon fura. Vigyázok rá, nem engedlek egyet, mert ha iszol, akkor tudom, milyen vagy. Vagy nem is sehova, vagy én is megyek. Hát
hogy ezt még el lehet fogadni. Tudod, milyen vagy, tehát, drágám, hogy, ha iszott, igen, na. Tehát, hogy vigyázni akarsz rá, és azért mész vele. Ez még ugye valamennyire szimpatikus. Tehát, hogy itt legalább van valami oka. Hát fura, nem tudom, hogy nem ered elengedni a csajod, mert ha berúg, akkor mindenkivel lefekszik. Hát, nem, a piárásról beszélek. Hát én is a piárásról. Ha berúg, akkor mindenkivel lefekszik, és konkrétan azért nem engedi el a csaját, mert tudja, ja, hogy ha lerészegedik, akkor mindenkivel lefekszik. Aha, azért mondom, ja, az erős. Ez így ebben a formában azért erős, és akkor ott ül és őrzi, hogy édesem, ne igyál, mert akkor mindenkivel lefekszel, inkább elmegyek veled. És ott hát mellette. Nem tudom. Hát nem tudom. Miért zsinszonékkal nem? Ásamegy, ezért kérünk, köszönjük szépen. Zsinszonékkal nem, ásványvíz, bubis. Horgászni jártam egyedül, befurakodott oda is. Kísértünk a partra, már az megy, hogy mikor megyünk már haza. Uh-huh. Megharagszik, ha nem viszem el. Pisti küldte. Beutálja a csaj is a horgászatot. Jó. De megy, mert őrzi. Ma van a második házasság, évfordulunk a feleségemmel, és mindig titeket hallgatlak, és jól esne, ha kívánnatok valami szépet. Ja, azt hittem, hogy, uh-huh, hogy hozzászóltok a témához. Minden de... csak ne ezt, amiről beszélünk most. Igen, és akkor ez... már nagyon szépet kívántuk. Igen, ezt nem. Sokan gondolják azt, hogy ha két ember, férj és feleség egymás tulajdonává válnak, levegőt se vehetnek egymás nélkül. Együtt 0-24-ben, pedig ez tud egy kapcsolat halála lenni, írta nekünk Titi. Ez is egy jó meglátás, így van egyébként. Balázs, ha a párod nélkül jól érzi valaki magát, ott már valaki nem, valami nem jól működik. Ó, oh, nem áll. A párod nélkül is legfeljebb, mert hogy mi erről beszélünk. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy nem érzi jól magát a párjával, hanem jól érzi magát azokkal az emberekkel, akikkel egyébként az életének egy komoly, masszív részét töltötte, akiknek, itt most a barátokról beszélek alapvetően, akiknek azt is köszönheti, hogy olyan személyisége lett, bizony, amilyenbe egyébként ez a nő is beleszeretett. Hát én a felvetésre értem egyébként. Plusz, hát a barátaid közül van olyan, akit mondjuk régebb óta ismersz, mint a feleségedet. Ha ez egy jó gyerekkori barátság megmaradt, akkor most fölül kéne írjam. És ha jól érzed magad a párod nélkül, akkor neked nem működik a kapcsolatod? Hát ez, ez nem szól másról, mint maga a birtoklás, nem? Hát ez nem így van, szerintem. Azt mondja, hogy igen, én is egyedül utaztam ki az Egyesült Államokba februárban életemben először, de nekem nem voltak ilyen kalandjai, mint Julinak. Jó volt, és jól éreztem magam, Patrícia küldte. Az én feleségem egy hétre akart elmenni a Balatonra egyedül, nem engedtem, aztán két hétig nem láttam, most már az egyik szememre kezdek látni. Ez Gyuri küldte nekünk. Egy hétre egyedül a feleség elmenni Balatonra? Azért ez egy érdekes kaland. Hova visz kicsim? Egy hétre. Hova? Balatonra? Kivel? Egyedül. Az gyanús. Aha. Hát az fura, nem? Azért az nem egy megszokott élet. Egyedül lángost, egyedül hekket, egyedül palacsintát enni. Ugye milyen jól hangzik? Mm. Ha nekem nincs kedvem, vagy időm menni, akkor menjen egyedül. Ha a bizalom megvan, akkor ez nem gond. Ha nincs, akkor az már egy másik és hosszabb téma. Igen, hát erről beszéltünk mi is, így van. Három éve voltunk együtt, mikor párom két barátnőjével el akart menni a horvát tengerpartra 3 hétre. Nálunk se volt ilyenből baj, menjen, és azóta is szívesen megy, ennek 4 éve. Robi a gyógyszeres küldte nekünk. Igen. Szerintem az a jól működő kapcsolat, amikor mehet. Mehet a másik fél, engeded, és nem birtokláson alapul a dolog. Én 17 hetesen egyedül utaztam Londonba barátnőmhöz egy hétre, majd 1 éves korban a barátnőmmel elmentünk egy wellness hétvégére. A férjem, mikor hazatelefonáltam, hogy Mizu csak annyit mondott, hogy ne zavarjan a telefonokkal, hiszen pihenni mentem. Tök ezt Viki küldte nekünk. Ez jó fejség. Ez egyébként abszolút. Igen. Igen. Egy hosszú távú kapcsolatban így kell működni. Nem lehet megbékjózni a másikat nyilván. Igen. Nem, hát, és szerintem egyébként az sem érv, hogy én sem megyek el. Mert mind a kettőtöknek lehet, nem? Tehát, hogy az, hogy ő nem tud senkivel elmenni, vagy nincsenek barátai, barátnői adott esetben, akikkel egyébként ő el tudna tölteni egy hétvégét, vagy egy hetet, szemben a férjével, mondjuk, vagy szemben a feleségével, attól vagy két oldalt képzel, ezt, attól még ez nem érv, hogy én sem megyek el. Persze, mert nincs kivel, meg mert nincs rá igénye. De a másiknak van kivel, és van rá igénye. Akkor el kell engedni. Az én barátnőm nem engedett el csapatépítő tréningre. Egyszer még választás elé állított, hogy vagy őt választom, vagy a barátokat. Ezt Zsolt küldte nekünk. Azért ez is érdekes, meg nem? Csapatépítő, vagy engem, vagy a barátaim. De a csapatépítő az mondjuk céges, nem? Az nem barátos. A csapatépítő, és akkor cégnél bejelented, bemész, hogy főnök, ne haragudjon, nem tudok menni a pénteki csapatépítőre. A nejem nem engedi, szóval van. Hát a csapatépítőn nem. Azért ott szörnyű dolgok történnek. Azt mondjuk, igaz, sőt. Hallottunk már ezt, azt ott azért történnek érdekes dolgok, de hát igen. Ez is miattunk van ezek szerint. Fiúk, én nem voltam féltékeny sosem az extrém, ezért dobott ki, mert nem vagyok féltékeny. De boldog párkapcsolatban vagyok azóta. Írta nekünk egy hallgató.
Aztán nézem még, hogy milyen SMS-ek vannak. Azt hagyján, hogy egyedül nem mehetek el hétvégén a haverokkal, de még ha moziba is megyünk, ott sem ülhetek be külön a filmekre. Arra kell, ami neki tetszik. Két éves házasok vagyunk. Aha. Hát lehet, hogy a választásnál volt a gond, de... Aha, le kéne ülni beszélgetni egymással őszintén. Igen. 6 éve vagyunk együtt a párommal, a hétvégén lementem a Balatonszándra a barátnőmmel. A párom nem csak jó szórakozást kíván, de ő vitt le minket. Ez olyan. A szerelem. Támogat abban, amiről azt látja, hogy boldoggá tesz. A másik oldal lenne érdekesebb, hogy azok írjanak, akik nem engedik el. És hogy egyedül, mi azok? Mert, igen, hogy ott mi azok. Mert ez tök jó minden SMS, hogy levitt a páron bennünket, és jól éreztük magunkat, értünk, jött, elenged mindig, ezt értjük. A másik oldalt én nem értem. Igen, mert a bizalom hiánya az nem igazi érv. A bizalom hiánya az nem érv. Azon ott el kellene gondolkodni tényleg, hogy miért nem bízol a másikban. Adott rá okot, vagy saját magadban nem hiszel. Nálunk is a barátnőm nem akar elengedni sehol, tudja, hogy régen nagy alvilági életet éltem, sok buli, sok csaj, már nem erről szól az életem, de nem tud bennem megbízni, és ezt ki is mondja, már kezdett hozzászokni, hogy mindenhova együtt megyünk. Aha. Én bízom benne, hogy az idővel majd megváltozik. Érte nekünk még egy hallgató, igen. Én mindig adok kimenőt a férjemnek, másnap 10 haverjából 9 felhív, hogy náluk aludt. De milyen jó barátok. Összetartó jó brancs. Nálunk aludt. Nálunk aludt. Nem tudom, kivel beszéltél ma, de nálunk aludt. Az csúnya bukta. Igen. 7 éve külföldön dolgozik a férjem, fel sem merül bennünk, hogy félre lép. Ez a hosszú házasság titka. Ha itthon lenne, mindig lehet, hogy megennénk egymást. 16 éve működik egyébként a párkapcsolatunk. Igen. A kapcsolat halála az, amikor valamelyik fél azt hiszi, hogy jót fingani csak akkor lehet, ha együtt vagyunk. Kaptuk SMS-ben. Szép megfogalmazás egyébként. Köszönjük szépen. Egyedül megy a Balatonra az asszony. Kikente be naptejjel. Igen, a hátán. És igaz. Hogy lehet, hogy ugyanúgy le van barnulva a háta, és nincsen leszáradva, és nincsen felégve? Mert valaki bekente, de ki volt az? Ennél nem is tudnék elképzelni egy ilyet. Egyébként, hogy vagy sehova vagy együtt. Hát az valami szörnyű rabság lehet egyébként. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Egy fontos momentumhoz érkeztünk, mert hogy Forma 1-es hármasugrásba megyünk most éppen bele. Játszunk, és ugye elmondtuk, hogy hát Forma 1 jegyeket lehet nyerni. Super Gold jegyet is, sima jegyet is, csak hát ügyesnek kell lenni, és minden kérdésre tudni kell a választ, úgyhogy megnézzük, kivel játszunk most. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia! Halló, hogy hívnak? Hello! Timi vagyok. Timi, hello Timi! Tiszaújvárosból. Honnan? Tiszaújvárosból. Tiszaújvárosból, és mit csinálsz éppen? Hát éppen itthon vagyok, és készülök a játékra. A fiammal. Na, Hány éves a gyermek? 12 éves. No. Szereti? Egy rajongó. Szereti a Forma 1-et? Ó, nagyon-nagyon. Oda van meg, visszaérte. Az klassz. Na, ugye Forma 1-es kérdéseink vannak a héten, tehát ügyesnek kell lenni. Lehet, hogy érdemes megállni egy adott ponton, mert hogy ha már az első kérdésre jól megy a válasz, akkor 2 darab 3 napos állójegyet kaptok, a második Red Bull relikviákkal, és a harmadik kérdés pedig Super Goldot ér. Értelemszerűen valaki megnyeri a Super Goldot, az nem kapja meg az állót, viszont lehet, hogy érdemes nem elbukni a Super Goldért az állót, ami már megvan, és megállni a biztosnál. És azért itt is érvényes az, ami minden egyes hármasugrásnál, hogy azért fokozatosan nehezednek a kérdések, és a harmadikért, a legkomolyabb nyereményért, ugye a 2 darab 3 napos Super Gold jegyért, plusz ugye a Red Bullos relikviákért, azért már elég keményen oda kell tenni magatokat. Na, menjünk! Igen. Na, így szól az első kérdés. Melyik pálya adott otthont a legutóbbi nagydíjnak? Silverstone. Igen, Silverstone. Nagyon jó. Hát most már elviekben ott vagytok. Jó. Ez biztos. Már álltok. Már ott vagytok. Már ott vagytok, és van 2 darab 3 napos belépőtök a Hungaroringre, a magyar nagydíjra. Szuper, nagyon jó. Menjünk-e tovább? Hát menjünk. Bukhatsz is. Na, menjünk. Gyereket kérdezem. Kell a Red Bull a relikvia, mi? De drágám, na figyeljetek, így szól a második kérdés. Hány pontot kap a 4. helyezett versenyző egy Forma 1-es futamon? Pillanat. 4. helyezett. Pont. Csihessetek, mert nem adjunk sok időt. A harmadikat tudjuk.
12. Aha, most mondják. Édesem, hogy hívják a kisrácot? Hát Szabolcsnak hívják, és nagyon el van keseredve. Adod egy picit Szabit nekünk, jó? Apa rosszat mondott, azt mondja. Apa is ott van. Oh. Na, apa vitte a családot vele. Add a Szabit egy picit. Jó, adom, várjál. Kösz. Hello. Szabi, hello. Szia, Szabi. Kinek drukkolt Szabikám? Rájkönnek. Rájkönnek nem szerepelt új jól, nem? Hát, nem, de attól még kedvelem. Igen? És a Ferrarit is, vagy csak kizárólag Rájkönnen? A Ferrarit is. A Ferrari. Fettel, mi a helyzet? Őt annyira nagyon nem. Nem szimpi? Nem, inkább Räikkönen. Inkább Räikkönen. Räikkönen drukker. A nyugodt erő. Igen, sokat, sokat nem beszél. Na, és voltál a Forma 1-en? Hát 3 éves koromban voltam legutoljára. De az csak szabad edzés volt, mondja. De az csak szabad edzés volt. És nem sokra emlékszel, gondolom én. Hát, ugye, te 3 évesen azért ott ültél édesapád karjaiban, vagy sétáltál mellette, és néha nagyon hangos autók elmentek melletted. És most nagyon szerettél volna ott lenni? Igen. Igen? Szomorú vagy? Igen. Szomorú vagy. Apa elszúrta a jegyet. Látom. Apa elszúrta? Miért hagytad apát beleszólni? Nem tudom. Apa mindig beleszól mindenbe? Igen. Igen. Jaj, te, mit csináljunk most veled? Hm? Adjatok belépőt. Na győzd meg minket, miért kellene odaadnom? Na, sajnos nem tehetjük, de nézd meg a tévét. Igen, de a szója kiválóan közvetít. Egy kérdés még, vagy valami könnyebbet. Adjuk még egy kérdést, igen? Igen. De csak nehezebb kérdésünk van már ennél. Ennél már csak nehezebbet tudunk kérdezni. Nem baj. Nem baj? Na figyelj, mivel kötünk egy üzletet? Jó. Jó, nem tudod, milyen üzletet akarok veled kötni. Hello. Meghallgatom. Jó, de a szüleidnek ne enged, hogy beleszóljanak. Szóljál már anyunak, hogy menjen ki a konyhába egy kicsit. A névnapom is akkor lesz. Mikor? Hát a futam. Hát 28-án lesz. Az ez tök mindegy. Ez két érdekel. Hát ez most abszolút nem, abszolút nem számít. Na figyelj ide! Hát csak azért, mert gyerekről van szó. Hm? Igen. Odaadjuk a 2 darab állójegyet? Igen. Várjál, most a fiúkat kérdeztem. A... Természetesen szívünk szerint igen. Adjuk oda. De holnap, amikor majd egy felnőtt bukja el ugyanitt a játékot... Attól ne félfelé szereznek egy gyereket maguk mellett. Most majd mindenki gyerekkel játszik. Adjuk. Megkapod a 2 darab állójegyet? Jó? Na. Kapád a tenvieted. Hülyeséget mondod. Köszi szépen. Jó, de a Red Bull elégfiákat nem adjuk. Jó, ez a bünti. Rendben. Jó, mert egyébként is azt már elbuktad, mert ugye nem válaszoltál jól a második kérdésre, de most kivételt teszünk. Így van. És fél lábon kell állnod. Így van, és a tényleg is az jó, hogy a fater nem állt a futamra. Igen. Papa, tolja le a nadrágját a nagyszobában, jó? Igen. Vegyetek elő egy strandpapucsot, és minden gyerek a családban egy baromi nagyot ráverhet a papa mesztelen fenekére. Így ez van. A bünti. Jó? Jó. Megcsinálod? Igen. Hát gondoltam, hogy tetszik. Gondoltam, és hogy aztán tetszik. Ugyanígy ugráljon ki letoltgatjával a fater az utcára, és kiabálja azt, hogy 12 pont, 12 pont, 12 pont. Na menjetek, érezzétek jól magatokat. Jó, adjuk akkor ezt a 2 darab jegyet. Jó mulatást. Rendben, köszi szépen. Jó. Na csáó. De csak azért, mert ilyen cuki vagy, és gyerek vagy. Papa nem kapta volna meg. Jó mulatást, sziasztok. Sziasztok! Ciao, hello, hello! Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hogy bevették, hogy 12 éves vagy? Ugye, apa, hogy betréfálta őket? Hogy hoztam a 12 éves Szabikát? Tudta már visszatartani. De jó forma, hogy most szabadultam. Nem is gondoltam. Hihetetlen, hogy elment az a 4-én. Na, de aranyos volt. Igen. Nem, hát most a gyereknek ne okozzon csalódást. Még ha szigorúak is szoktunk lenni, de gyerek van, akkor kivételt tehetünk. Viszont, drága hallgatók, mondjuk, hogy holnap nem ér oda citálni az összes gyereket, jó? A lépcsőházban átcsöngetni, kölcsön gyerekkel játszani, szomszéd gyereket elkérni. Rá kell tisztességesen készülni tényleg a játékra, jó? Mert lesznek komolyabb kérdések is, úgyhogy
ha valaki gyengébb láncem a szülők közül, az be kell zárni, addig a kamrába. Ne szóljon velem, így van. 9 óra van pontosan, jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától török. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk a Morning Show-t egy helyes hármasugrásos, játékosos, benyerósos után. Így van. Kedvesosos, mert oda kedvesos a gyerekek, igen, hát itt most meg lehet minket vádolni azzal, hogy persze egy kicsit részrehajlóak vagyunk, de ha valaki tudja, és átérzi ezt a dolgot, hogyha gyereked van, máshogy nézel a gyerekre. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Tehát nekem mióta gyerekem van például, én minden gyerekes eltűnést, filmet, gyerekkínzást, gyerekverést, teljesen máshogy nézel. És egyszerűen, ha valamilyen történetben valahol gyerek van... Égesült támogatta. Nem úgy értem, hanem sokkal jobban megérint. Igen. Hallasz csak egy eltűnt gyerekről, egy bántott gyerekről. Láttam most egy fotót, nem tudom, láttátok, egy vietnámi kisfiú, most igaz vagy nem igaz, tök mindegy, vagy hogy igazi a fotó, vagy nem. Egy vietnámi kisfiúról szólt, egy kambodzsai, nem tudom, egy ázsiai kisfiú, egy gyorsétteremnek a fotója, a gyorsétteremnek a kiszűrődő fényénél írta a leckét. Hát figyelj, ha láttatok, már meghatott. Arról szól, hogy ő fölállított egy kis asztalt valahol, én nem tudom, hogy Ázsiában. És a Mekiből természetes fény jött ki, vagy hát ugye világítottak, aha, mert sötét volt. Oda vitte a kis asztalkáját, és ott írta a leckét. Lerakta az asztalt, fogta a kis könyvecskéjét, lerakta a könyvet, és megírta a leckét. Mert hogy otthon már valószínűleg nem volt fény, de ő ugye tanulni akart, lehet, hogy kitörni a szegénységből, és a gyorsétteremnek a fényénél írta a leckét. Hát fél napon tetsz, így megnézem, tudod. Bármi bajom van, fáradt vagyok, kicsit kettelen, megnézem a fotót, jó. Minden oké. Okay. Oké, okay, Bali. Motivál. Rettenetesen motivál. Figyelj, a szíved szakad meg. Tehát, hogy egyszerűen mióta gyerek van a valahol valamilyen történetben, az ember nem tud ellenállni. Hát most mondjuk azt tényleg egy 12 éves Forma 1 rajongónak, hogy nem. Nem tudunk nem ilyet, lehet, nem lehet. Tudunk ilyet mondani. Cuki aki volt gyerek, volt. Az meg kell, hogy ezt értse. A többiek, igen, persze nem fogják. Igen. És azt olvastam egyébként, a többiek nem fogják, vagy talán igen, írták néhányan, hogy persze milyen rendesek vagyunk, nem is ezért mondom, de igen, néhányan, hogy most részrehajlóak, meg ilyen világász. Hát aki gyerekeket gyerek elől elvenne egy jegyet, és azt mondja, hogy részrehajlóak vagyunk, annak szerintem súlyos gond van a lelki világával. Visszatérve erre a fotóra, keresetek rá, egyébként nagyon megható, és nagyon cuki a kisrác, ott írja a leckét, Fülöp-szigetek, nem tudom, valahol. És állítólag ő ösztöndíjat kapott. Tehát, hogy meglátták ezt a fotót, meglátták, hogy milyen lelkes, és vagy valaki mellé állt, vagy ösztöndíjat kapott, vagy befizették, de hogy megtalálták de a kisrácot, aki írja a leckét a gyorsétteremnek a kiszűrődő fényénél, és happy end a sztori, mert hogy azt mondták, hogy rendben van, akkor menjél. Mert ha ilyen lelkes vagy, akkor tanuljál. Milyen ciku, ciki, vagy milyen cuki a kisfiú, nem? Cuki. Árva egyébként, azt is... utána jártak, és megtalálták, meghalt az apukája, meghalt az anyukája, és nagyon szép a történet, mert hogy ő úgy került utcára, hogy volt anyukája, volt apukája, leégett a házuk. Az egész sztorit felgöngyölítették. Megjelent a fotó, és 3 nap múlva megvolt az egész történet. Döbbenetesen érdekes. Leégett a házuk, de hogy ő szeretett volna tovább tanulni. És akkor ott üldögélt, és csinálta a leckét. Elvesztett az apukáját, anyukáját. Csak akkor befizették, hogy akkor hajrá, menjél tanulni. Nem ilyen klassz. Nem? Jó sztori. A világ azért egy kicsit még úgy hallasz dolgokat, hogy valami működik, valaminek happy end a vége, nem csak meghalnak, főrobbantják, szörnyűségek történnek, hanem úgy látod, hogy de jó, na akkor egy jó történet. Látod a gyereken is, hogy igen, akar valamit, és látod a gyereken, nagyon cuki, érni. Nagyon cuki az a fiú egyébként, hogy ott üldögél. Csak egy kis járdán, a gyorsétterem előtt megható, rettenetesen megható. Csak nem, hogy 2 hét múlva kiderül, hogy valójában úgy történt az egész, hogy a fotós oda ment a sráchoz. Na, olyan öcsém, akarsz keresni 5 dollár? Na, olyan haver csoltál, na, elnyomod neked. Na, mit kéne csinálni?
kitaláltam valami. Igen, jogos, mert én mindig úgy állok, hogy jaj Istenem, add, hogy ne a gyorsétteremnek a reklámkampánya legyen, mert van gerilla marketing és lehet kampány, mert azért kiderült, hogy mit tudom, a Mekiből kiszűrődő fény. De nem, egy orvostan hallgató csinálta a fényképet, hát csak nem. Ugye, de én nekem is eszembe jutott, hogy na, most már éppen majdnem megkönnyeztem valamit, de helyes. Na de, mi van, ha gonosz multik találták ki? De nem, állítólag nem. Keressetek rá, nagyon helyes fotó. Sokszor eszembe jut, sokszor megnézem. Úgyhogy ezért adtuk oda mi is ezt a jegyet, de szerintem jó helyre ment. Papát meg majd visszahívjuk, aztán megregulázzuk, hogy mi a bünti. Na, viszont senkinek se legyen el, mert hogy vannak ám még jegyeink, sőt, megvan még a Supergold jegyünk is, úgyhogy meg lehet nyerni. Ha valaki nem biztos a tudásában, lehet, hogy érdemes megállni tényleg a másodiknál, és azt mondja, hogy elég nekem a háromnapos álló, az is nagyon nagy dolog. Na, azt mondja, hogy M1-es autópálya 139-es kilométer után a felüljárón felejtettek egy trafit, a határ felé haladók mosolyogjanak. Ezt Laja küldte nekünk. Köszönjük szépen. 47-es kilométernél Balcsi felé az M7-esen baleset történt, torlódáson. Mi épp most hagytuk el őket, senki nem sérült, haladunk tovább ünnepelni a házassági évfordulónkat. Annak küldte nekünk. Hát akkor sok boldogságot kívánunk nekik. M7-es Velencei lehajtó után pár kilométerre baleset, így van, ez a 47-es lesz. Pesti rakpart délfelé torlódik, mert a Bálánál egy sávra szűkül. Trofer küldte nekünk. Aztán a Vésztói táblánál Doboz felől van egy trafink. Pécsen a Komló úton is van egy trafi. Az M0-áson torlódásunk van. A Mekitől az M1-es M7-es felé haladóknak üzente Szímusz. És ennyi. Elég ez mára, pont. Ennyi volt, gyerekek. El is köszönhetünk. Viszont hallásra. Sziasztok, akkor holnap. Holnap jók legyetek. Most zene. Na. Egy kis tenisz. Végre, hát miért, hogy hiányzol? Isten, igen. Azt hittem, hogy a vegetáriánosok mumus, a B12 hiányzik a szervezetemből, de nem, egy kis tenisz, az kell nekem. Ha még egy UFO-s híred is van már, akkor viszont tényleg megyünk. Gyerekek, az is lenne, de majd holnap, kérlek. Ne, azért. Egyszerre minden ne. Babos Timit hívjuk, pillanatokon belül itt lesz, mert hogy ő azért döntőt játszott, talán nem abban a felállásban, amiben ő igazán szerette volna, mert hogy ugye nem a női párosban játszott döntőt, hanem vegyes párosban, de ez is nagyon nagy dolog. Magyar volt a junior győztesek mellett, ugye Wimbledonban a döntőben, utána ott volt az afterpartin, Serenával fotózkodott, ott volt Gyoko, egy kicsit Wimbledon kulisszái mögé tekintetünk, és hát tudjátok a teniszről. Vegyes párosban ő ugye döntőt játszott. Itt is van az első kérdésem, hogy ez picit rangsor. Magyar eper volt. Milyen volt a tejszíhab vagy rendes tejszíhabot? Hogy ez egy kicsit rangsor, hogy a vegyes párosra azt mondott, hogy az nem olyan értékes. Ezt most így nagyon idézőjelesen mondom. Kimondatlanul nyilván van. Igen. Aha. Tehát, hogy Serena Williams, aki nem tudom, 20-szoros Grand Slam, mégis imádják, szeretik, de Roger a maga kis 17-18 Grand Slamével nagyobb ásznak számít. A Steffi szerzett, nem tudom, 22 grenzremet plusz párosban, a Martina Navratilovának 40-je van páros, vegyes páros egyéni, de hogy a férfi tenisz nem azért, mert himsovinista, az a csúcs. Aztán a női tenisz, a páros is nagyon-nagyon fontos, a vegyes páros is fontos, de kevesebben vannak, kevesebben nézik, kisebb felhajtással, mint mondjuk egy férfi vagy női egyes döntőn. De például a női páros az egy nagyon nagy dolog. Sokan nézik, sokan szeretik, és az nagyon nagy, és utána jön a vegyes páros. Hát, igen, presztízsben talán nincs még ott, de az, hogy ő döntőt játszott, az nagyon nagy dolog. Megnyerte, az is nagyon nagy dolog. De ha például a Mladenovicsal egy női döntőt játszhatott volna, akkor az még nagyobb dolog, vagy ha megnyeri mondjuk a női döntőt. Na, teniszbe én itt kismerültem a kérdésekben. Nincs kérdésed felírva? Ez volt az egyetlen egy. Ők most az elődöntőig meneteltek, ha jól emlékszem, sajnos nem tudtak bejutni a döntőbe. Tehát van egy rangsor nyilván, de ez csak presztízsben, hát a versenyzők, meg a versenybírók, meg mindenki a lebonyolításban ugyanolyan színvonalon csinál mindent, de hát nyilván többen néznek egy egyes döntőt. Van egy másik kérdésem, mert
Janival itt összedugtuk a fejünket, amíg te beszélt. De az a nyári gumikhoz kapcsolódik. Az elmézeket úgyis jobban tudja. Na, egy utolsó. Jöhet a nyári gumi. Aztán hívjuk ki. Ne, azt írt egy hallgató, hogy a női döntőben a szombat este összehúzták a tetejét, és fölkapcsolták a villanyt. Ez igaz, lehet? Lehet. Mert azt mondtad, hogy ott sosincs villany. Ha behúzzák a tetőt, akkor van. Akkor van. Akkor van. Akkor én úgy tudom, hogy Wimbledonban, de Timi ezt majd elmondja, a hagyomány szerint nem kapcsolnak, viszont ha eső van és be kell húzni a tetőt, aha, akkor fel kell kapcsolni, mert a tető az annyira lefogja a fényt, hogy akkor azért kell világítani, hiszen mesterséges körülmények vannak, de azt hiszem Wimbledonban továbbra is hagyomány, hogyha mondjuk este 8-kor egy meccs vége van és sötét van, akkor nem kapcsolnak, hanem holnap folytatják, kivéve a centeren a behúzott tetőnél, amikor is kell világítást kapcsolni. Aha. De hát ezt mindjárt megkérdezzük valakitől, aki sokkal jobban érte. Ez Babos Timi itt van velünk. Hello Timi, jó reggel! Ciao. Hello! Jó reggel! Láttam már a képeket a partiról. Igen, egy kicsit hosszúra sikerült az éjszaka, hiszen ugye tegnap este volt a bajnokok vacsorája, úgyhogy hajnali 4-ig tartott, hiszen eléggé hosszú volt a férfi döntő, utána esett az eső, úgyhogy 11-kor kezdődött, de legalább ott voltam. Na, hát először is gratulálunk, azért nagyon nagy dolog ez is, vegyes párosban döntőt játszani. Én csak az eredményt láttam, megmondom őszintén, én dolgoztam tegnap, hogy nyilván nem veled volt a baj, mert te kiválóan játszol. Mi történt a pároddal? Vagy kicsit indiszponált volt? Gyorsan véget ért, azt láttam. Hát igen, nagyon-nagyon gyors volt. Az ellenfél gyakorlatilag nem hibázott, mi talán nem játszottuk azt a teniszt, amit mondjuk egész héten vagy két hét alatt játszottunk, de igazság szerint nem kell ezen mit szépíteni. De hát ez így is baromi nagy eredmény. Igen. Gondolom még lehetett volna fokozni, ha mondjuk a női pároddal játszol döntőt, nem? Az lett volna az igazán nagy álom. Összességében szerintem nagyon-nagyon jó volt ez a Wimbledon egyéniben, és jól játszottam, még Serena ellen is egészen jól teljesítettem, meg mégis csak nyertem egy kört, nem volt könnyű a sorsolásom, párosban is ugye elődöntő, vegyesben döntő, úgyhogy... Ez nagyon nagy dolog. Igen, nagyon jól. Nem ez a Wimbledon, de még fontosabb, hogy jól is játszottam, úgyhogy ennek örülök nagyon. Hát nyilván az, hogy nem sikerült a páros döntő idén még egyszer, azért egy picit szomorú vagyok, de hát, hogy minden évben Wimbledonban döntőt játszott pályán, hát ez legyen a legjobb. Igen, kicsit eltűntél, várjál, kicsit a térerőből kihagy. Lehet, hogy a szállodai szobában. Most jobb egy kicsit. Hogy itt laikusként kérdezzük a kérdést, Ferivel együtt természetesen, hogy itt nem lenne jobb, hogyha csak egy számra koncentrálnál? Valószínűleg ez volt az utolsó vegyes páros, amit játszottam, illetve most ugye a következő Grand Slameken nem fogok játszani. Már megfojtottad a párodat? Este a bajnokok vacsorája. Igen, hát párosban ott nyilván fogok játszani, hiszen ott nagyon nagy céljaink vannak, ott szeretnénk grenzlemeket nyerni, illetve az évvégi világbajnokságra kijutni, ami még ugye senkinek nem sikerült, és szerintem nagyon-nagyon jó úton haladunk, de szerintem az egyén és a páros az nagyon könnyen összeegyeztethető, és így nem zavaró tényező, hogy mindkettőt játszom. A vegyes páros az már néha-néha bezavar így a sok meccs miatt. Hát igen, egymás után volt két meccset, azt láttam. Tegnap előtt láttam, hogy játszol való, és aztán még utána egy vegyes páros este. Hát igen. Este 9 körül végeztem, és pont aznap vittek el doppingra, úgyhogy nagyon örültem, ilyen 11:30 körül sikerült végeznem, úgyhogy hát van ilyen, hogy 2-3 meccs van egy nap, sajnos. Na és milyen volt tegnap a vacsi? Mesélj nekünk egy hit kulisszatitkot, amit nem láthatunk. Serena Williams lemegy állatba, félmeztelenül lóbál egy vizes töröl között, és atomra iszta magát. 5 liter búli egy húzóra! A Djokovic vállalhatatlanul kereokizik hajnali egykor már, amikor kevesebben vannak, és mit csinál Boris Becker a női mosdóban? Ki a tenisz rájtőnek? Boris Becker gyerekek 20 éve nem csinál más, csak csajozik, és brutálisan élvezi az életet. Mi volt, amikor kitántorgott a női mosdóban? Egy bugyival a fején. Hát sajnos az le kell szögezni, mint az átlag életben volt. Olyan Grand Slam győztesek voltak itt, akik ilyen 1950 körül nyertek, szóval bocsánat, de még én se ismertem őket. Úgyhogy néha így szempontból, de amúgy nagyon-nagyon jó volt.
egyébként a két bajnok előadott egy ilyen kis műsort, kicsit táncoltak, énekeltek, ez mondjuk vicces volt, viszont nagyon volt ilyen, hát ilyen visszafogott nyilván egy hát ilyen, igen, azért az All England Club, meg az angolok, meg egyáltalán Wimbledon és a hagyományok, hát azért ők tényleg nem a serlekből isszák a bólét is. Még egy számot, nyomjad, kere oké! De hát azért ezt így kevésbé tudjuk elképzelni. 50 körül nyertek Wimbledonban, az milyen lehet? Igen. Sir Malcolm egy kis Yorkshire pudingot még. Figyelj, Roger, gondolom nem volt ott megint, ugye? Nem ment el. Hogy nem, akárhányszor én itt vagyok ezen a bálon, ő sosincs itt. Pedig tegnap pont ebéd. Várjál, rosszul hallunk megint, pedig pont Rogerről beszélünk, addig nem mehetünk tovább, amíg ez nem lesz tiszta vonal. Hol vagy, a szobában? Igen, a szobában vagyok, ma fogok tovább utazni, mert holnap már egy másik versenyen játszok. Egyébként visszatérve szóval Rogerre, pont tegnap egymás mellett ebédeltük, és ő nagyon-nagyon rendes, tehát ő az, aki mindig tényleg köszön, beszélgetünk, stb. A Djokovic ő kevésbé. Na mindegy, de hát az, hogy én akárhányszor ott vagyok a bálon, ez volt a harmadik bálom, ő mindig csak és sosem volt ott, na hát ez a vége. Hát igen, tavaly is elbukta a döntőt, pont ugye Wimbledon majd Gyoko ellen, igen. Most szerintem egyébként sajnos nem is játszott igazán jól, leszámítva az első szettet, de hát a Murray ellen például sokkal ihletettebb formában volt, nem tudsz vele összefutni, pedig olyan jó lenne, ha legalább elmondanád, hogy Mirkával ott micsoda, üldögélnek, táncolnak, Mirka a főnök egyébként, menedzser és minden egyben, a Roger ott csak játszik, asszonyka intézi ott a dolgokat. Jelen tátszik. Igen. Na, hogy van az a példa, amikor a döntőre készültök, ti egy öltözőben öltöztök? Például Gyoko Federerrel, vagy ti az ellenféllel, ti látjátok, ahogy ott mellettetek öltözik, melegít, beszélget, vagy mindenkinek külön bejárató öltözője van ilyenkor? Nem. Hát van egy nagyon-nagyon nagy öltöző, ilyen 300 szekrény van, és van még egy öltöző a mindkettőt, a fiúknak is, meg a lányoknak is, ami ilyen elit öltöző, ahol csak a korábbi Wimbledon győztesek lehetnek ott, illetve az idei évben, akik a top 16 kiemeltek között bent vannak. Úgyhogy ez így egy picit így el van szeparálva. De tehát a top 16-osokat leválasztják még öltözőben is, és máshol igen. Öltöznek? Aha. Igen. Illetve a top 4 páros kiemelteket, úgyhogy így mi is egyébként, vagy én is ebbe az öltözőbe lehettem volna, de én nem oda mentem, mert én azt nem szerettem, mert akik ott dolgoznak az öltözőben, azok nem olyan rendesek, mint a másikban. Tehát de akkor nem tudod, hogy Serena Williamsnek van-e kukija? De azt tudja, szerintem ott valami van. Ott kuki van. Őszinte leszek, láttam élőben. Vagy mind a kettő. Amikor játszottam ellene, azért én is egy erős alkatú játékos vagyok, de amikor így megláttam megint közelről, meg így tényleg szemtől szembe látom, hogy a pálya másik oldalán, hát nem véletlen szerintem, hogy a lányoknak a 99%-a az konkrétan már ott elveszti a meccset, hogy meglátja. Rommá van, valószínűleg rommá van tolva valami. Genetika. Olyan, persze, genetika. Jó, akkor, igen, te nem mondtad, hogy majd én kimondom, már nézzétek meg Serena a képét 10 évvel ezelőtt, és nézzétek meg, most konkrétan az arc csontja van kiszélesedve, tehát olyan szinten tolják növekedési hormonnal, ami lasszul ki is űrül, vagy egy értékhatáron belül tartják, mint az állat. 10 éve ez a nő, ez nem így nézett ki. Még nő volt. Igen, arcilag sem. Tehát konkrétan kiszélesedett itt alul. Tehát 206-osakat szervál, és akkora bicepsze van, hogy az nem hiszed el. És akkor mondjuk egy elvesztett döntő után Gyoko és Roger együtt zuhanyzik? Mert Serenával? Visszamennek ugye az öltözőbe, nem Serenával. Igen, és ott zuhanyzik Serena, még a női döntő után egy nappal. Dörgölik le hatalmas moshozappan. Azért az nem lehet jó. Hát ugye ők nem haverok, de hát azért ott együtt zuhanyozni, megbeszélni, hát nem egy kellemes dolog. Pont kint álltam az öltöző előtt, már melegítettem, és láttam, hogy jön Roger vissza, először is teljesen idegbeteg volt, szóval így a fú teljesen látszott a fején, hogy ezt nem hiszi el, nem is ment még szerintem zuhanyozni sem, mert egyből vitték őt is dopingra, láttam, hogy ment a doping szobába, úgyhogy de egyébként full idegbeteg volt, teljesen kész volt, hát a Djokovic az felszólt még eltengett, lengett, még ott volt egy kicsit, aztán készült a bára. De Rózsi nem beszél csúnyán, hanem hozza ezt a kicsit arisztokratikus, a csodába, ezt megint elszúrtam, a fene egye meg a teringet. Gyerekek, én látom azon a Palinának két arca van.
Az egy kétarcú. Van egy jól fésült Roger a herceg, és úgy teliszezik, mint akit drótó húznak, és van a négy fal között, amikor ő azért azt úgy kiadja. Tehát, hogy és hazamegy, és Djokovic képekre lő shotgunnal. Ez valamennyire pózisnál, ezért ez a nagyon hideg vagyok, nem látszik rajtam semmi, ennek valahol ki kell jönni. Amúgy az összet a játékosok között, ő egyébként egy halál jó fejtámogat. Azt hallom, igaz, hogy jó arc egyébként, igen. Jó arc, mindig viccelődik, ha így a tímével van ott is, mindig röhögnek, tehát ez abszolút ilyen mindig ő bohóc, de hát nyilván azért a abszolút ő az, aki mindent tökéletesen csinál egyébként. Igen, hát John McEnroe mondta azért, amikor a McEnroe azt mondja rólad, hogy csak 5 percig szeretnék Roger Federer ellené, hogy tudja milyen ilyen tökéletesen játszani, azért az elég meleg, nem? Mondja ezt a McEnroe, aki egy kézzel fogta az ütőt egy ütőfogásba, és mindenkit hülyére vett. Csak az ütőt se forgatta el a fonálkozója tenyeres, és semmi, így megfogta az ütőt, lelát, játszott, agyonvert mindenkit. És ezt mondta a McEnroe Rogerről, szóval azért az nem gyenge. És látod rajta, hogy idegbeteg tényleg? Nem. Aha, nagyon, kész volt szegényként. Sajnáltam nagyon, nekem ő az Isten. De nem játszott jól, basszus, hát hogy van az, hogy a Murray ellen így tud játszani? Most a Djokó lett neki kicsit az új Nadal, hogy valahogy ellene nem tud most megint úgy játszani. Nem? Hát Murray ellen hogy játszott? Ez már nagyon mentál. Aha, persze, ez ugyanaz, ha most a Nadal állt volna ott a döntőbe, ugyanúgy kikap, attól függetlenül, hogy a Nadal most kb. Nem tud meccset nyerni, szerintem ugyanúgy kikapott volna, mert az a neve, hogy Nadal. Igen, szóval. Az első szett után árnyéka volt önmagának Roger egyébként. Tehát Djokó teljesen megérdemelten nyert. Még Sampras azt mondta Djokóról, hogy addig lesz világ első, amíg akar. Azért az se rossz. Nem? Ezt mondta Pete Sampras, amíg azt mondják róla, addig lesz a világ első, amíg akarsz. És akkor már mérsz tovább? Megyek, igen, még két versenyen fogok játszani. Most játszok egyet Bukarestbe, aztán még egyet Ausztriában, és utána végre kapok én is egy hét pihenőt, mert most már egy elég volt. De még vannak nagy versenyek, még van egy Grand Slam, ugye, és még ezeresek vannak? Vagy 500-asok? Van, igen. Miután pihenek, utána 10 napot edzek, aztán utána két nagyon nagy verseny van Amerikában, illetve egy Amerikában, egy Kanadában, és utána meg már szinte jön a US Open. És utána jön a US Open, és akkor még novemberben a világbajnokság, amit mondtad, hogy cél, hát ugye? Igen, még szerintem még egy 10-12 versenyen biztos van. Az komoly. De hát most a páros partnered, de nagyon egymásra találtatok, ez nagyon ígéretesnek tűnik. Igen, mindketten fiatalok vagyunk, elég jó eredményeink vannak, most negyedikek vagyunk a rangsorban, úgyhogy szerintem már most szinte biztos, hogy kvalifikáltuk magunkat a VB-re, úgyhogy az is nagyon szerintem nagy dolog, úgyhogy ez volt a célunk idénre, és hogy már elsőre sikerül, ez szerintem elég frankó. A világbajnokság az nektek is ugyanúgy november a London? Igen, azzal fejeződik be, de nekünk Szingapur. Csajoknak Szingapur? Uh-huh, ja, tényleg az O2 arról nem a Londonban, csak a pasik játszanak. Nem is láttam nőit. Na jól van, Timi, hát mi nagyon drukkolunk neked, azért ez is egy nagyon szép eredmény, döntőt játszottál, és hát szerintem párosban újabb döntőkben láthatunk majd Mladenovicsal, úgyhogy drukkolunk, puszilunk. Jó, köszi és szépen. És Szerénát zavard át a pisszoárba, ő úgyis mindig ül le. És ha bármikor van egy fölösleges budgetek, a számomat tudod. Jó, leszek hát, gyúró, nem leszek nem edző, nem viszem a táskádat, masszírozlak. Tehát már két éve mondom, hogy teliszezzünk, hát azóta is te még belegítettek. Menne külöldjára, ha? Egyelőre te vagy többet külföldön, én itthon vagyok, csak te állandóan utazol. Meg azért az elég egy oldalú lenne, hogy sírsz a pályán, zokognál. Ott lehetsz ilyen jó, Bali? Na, ha ez összejön, ez a megy, erre kimegyek. Szóljatok. Jó, szólunk mindenképp. Puszi, vigyázz magadra. Puszi nektek. Ciao. Szia. Hello. Babosni minden. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Ez nagy gyönt. Aranyos, meg jó dolog, hogy ideig eljutott. Ez a negyedik lenni a világon, az gyerekek, kemény. A párosban ugye a negyedik helyen van a ranglistán. Így van. Az nagyon, jó. Nagyon nagy dolog. 9:30 múlt pontosan 6 perccel, egy pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:39. Köszönjük! Írta mi drága a Szújó Zolin, gyerekek. Maci. Nem Maci, csak Zoli. Ja, Zoli, Zoli, bocsi. Zoli, igen. Bocs, Zoli. Hogy azt írta nagyon jó, hogy végre egy kis tenisz. Ha elméleti síkon is, ugye? Zoli jó helyen van. Abszolút, ugye. Hamilton nem engedték be a királyi páholyba tegnap, mert a dresszkódot félreértette. Igazán jó arc, én imádom az éneket. És valami színes foltos ingben volt. Hát igen, oda még neki se.
hát ott azért az, az szigorúan igen, nézik. Mondjuk igen, mondjuk a Hamilton híres nem enge- arról, nem engedték be. Hogy az etikettel nincsen annyira tisztában. Hát ugye most itt nem régében, amikor a második Erzsébet angol királynővel akart beszélgetni, aztán szólt neki a királynő, hogy nem a, sajnos az etikett szerint magával nem beszélgethetek, mert meg van határozva, hogy kivel kezdtetek beszélgetést az asztalnál ülök közül, maga majd egy picit később jön. Ja, jó, bocs. Sorrend van, hogy kezdi? Óriási. Ó, azért mondjuk így se élnék. Mint, de, a, mint a böske. De, szerintem élni. Szerintem nem. Aha, hogy leülök egy asztalhoz, hát de nem. Hát leülsz egy asztalhoz, és megmondják, hogy hülyeség. Akkor te, utána te, utána, érted? Hát ott ül Bözsi, csak megbököm és kérdezek valamit. Aha. Nem, nem. Ha rászor, rám szól, hogy ne kérdezősködjék, akkor asztal alatt finoman rányulok a combra. És én, gyerekek, elképesztő. Új, a nagy lenne. Hallod, a tiéd is véres még? Hát világsztár lennék, és ott ülne Böske, és megszerintem most azt mondja, hogy nem most, mert ő csak a tőle balra ülőkkel kommunikál, azonnal borsó pöckölés, paf, finom combra rányulok Böskére, így csak egy finoman egy simítás a combra, Zsülő mutatom, Zsül, hogy rohagy. Nem, imádom Zsület, finoman azonnal, ja, és a legdurább cipőmet azonnal levenném, és azonnal mennék Böske felé lábbal, így finoman. Hát gyerekek, egyszerűen az angol királynő mellett. Most, nem mondd, hogy nem mennél rá egy kicsit lábbal. Egy fal a fej jobb lenni, mi muter? Nem paraszt lennék. Hanem finom, jó, mert az nem parasság, hogy, finoman, hogy elkezdesz matatni az asztal alatt. Asztal alatt, így, Böske, és nézed, hogy mit szól. Aha, igen. És nagyon csúnya. És mi van, visszamosolyog? Aha, vagy közelebb kúszik. Nyám, nyám, finom ez a vagy közelebb kúszik, igen. Folytassuk ezt a rezidenciát. Persze, meg az egyik, hogy az egyik ezüst mokkáskanat lejti az asztal alá, mi? Én pillanat, sorry. Gyerekek! És csak negyed óra múlva jön fel. Ha ott ülnék az angol királynő mellett, én megcsinálnám a bulit. Hátrafelé néző koronával. Egy dologra figyelj, hogy ne legyél jól nevelt, mert arra ott van a másik száz. Komolyan mondom. Hát nem, hát dögunalmas a partid, jól nevelten eszel, és műbájcsevegsz, műdumász, műmosolyogsz mindenkivel. Cipő le, simi lábbal. Aha. És nézed az arcát, és finoman, egy kacsintás. Hogy ha igazán jó fej lennél. És mit csinál, kivezetted? Hát nyilván nem. Mert akkor kiderül, hogy a lábad alatt simogattad a királynőt. Én az adottságaimból kifolyólag nem tudnám megcsinálni, de ha mondjuk akkor lennék, mint Feri, én nem Böskét kezdeném el simogatni, hanem a vele szemben ülő úriembert, például Hamilton, és az ellenkező irányba néznék, és úgy csinálnék, mint hogy a esetek, Böske simogatná. És akkor így a királynő... Én a királynőre mennék, gyerekek. Az, na, ha ott ül a királynő, nincs mese. Finom, finom tapi lábbal. Azonnal. De nézést, nem... ezt tápióka puding? Megkóstolhatom? Imádom a frissen szedett borsod. Á, gyerekek, rosszakodni. Bocsánat, rosszakodni ez egy velős csont. Á, Isten volt. Büfi. Kellek a végül. Én bírom a Hamilton. Az egyetlen izgalmas karakter egyébként a Form 1-en, dögunalmas az összes pilóta, kivéve mondjuk Raikkonent, meg talán Alonzót. Tehát, hogy igaza van Ecclestonnek, hogy a Vettel is nagyon jól fésült, nagyon jól nevelt, de annyira dögunalmas a pali, hogy semmi nincs benne. Hamilton legalább oda megy egy Hawaii-be az All England klubba, és azt mondja, megjöttem a döntőre. Én vagyok. Igen. Legyen szíves, vegyen fel egy fehér inget és egy sötét zakot, mert ez így lehet bemenni, és nem engedik be. Nincs ezzel baj. Többet se engedének Böske közelébe, így valaki. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. Feri felvetett egy érdekes helyzetet, miszerint mit csinálsz akkor, ha levillognak az autópályán? Ugye? Erről beszéltünk, ketten versenyeztek. Így van a hétvégi események, én és egy haverom. Villogtunk, de mindenki lement, és ez teljesen korrekt volt. Nem, én mentem, és ketten elszáguldottak mellettem, és előttem volt egy elég komoly összecsapás ebből, hogy kinek nagyobb igen, a lóereje. Igen, a Kressz az kicsit olyan, mint a magyar foci, hogy mindenki ért hozzá. Senki nem emlékszik már arra, hogy mit tanítottak 20 évvel ezelőtt, mindenki a saját vérmérsékletéhez képes oldja meg az a szituációt, de egy-egy ilyen villogásnál is van, aki lemegy, van, aki presztizsel, van, aki direktben marad a belső sávban, van, aki rosszkor megy ki. Megbeszéltük, hogy mit lehet csinálni ebben a helyzetben. Jöttek haza ugye az alfás találkozóról, ami a hétvége volt. A Balcsin, ugye? És nem csak az volt, hiszen tréleresek országos találkozó. Persze, persze. Megvan az éves bevétel. Így van. Gyerekek, az dörzsölik a markukat. Na te ne szóljál a teljes dobozzal, csöndbe legyél, te meg az anyós ülésen nagyon erősen húzd össze magad. Lehet az ismétlés. A tréleresek az alfát találkozó, nem mint a kesejük, csak így köröznek a találkozó körül. Hát, nem, ha jövök, van egy... nem én jövök, Sanyi elő volt már itt, kérjük, tartsunk be a sorrendet.
Szóval erről beszélgettünk, valamint Juli megjött Amerikából, és arról beszélgettünk, hogy kit enged a párja nyaralni, horgászni, focizni, kit nem, de most nem ezt mutatjuk meg, hanem Juli élmény beszámolóját, amikor is kiszedték ugye a sorból, megmotozták mindenhol, mert Juli elmesélte, hogy már a bejutás sem könnyű az Amerikai Egyesült Államok területére, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva lesz 10 óra, Balázsnak el kellett rohannia, de értetek teszi. Már nem értetek, bizony, hanem bizony. Értük. Hát meg hogy holnap időben beérjen, mert ugye az történt, hogy felkapcsolva hagyta a reflektorokat az autón, és tudjuk, hogy ezek az indiai aksik, ezek nagyon hamar lemerülnek. Nem, mert stroboszkóp van benne, és az még nehezebben bírja. Szevasz, Csabi! Csabi! Jó reggelt, szevasz! Így aztán nekem bennmaradt egy kérdésem. Na. Mert hogy beszéltetek itt ugye a teniszről, a Timivel, de hogy ez hogy dől el, hogy kivel játszik páros? Tehát egyből bejelentkeznék, hogy akkor én a Rogerrel szeretnék, nem? Tehát az ki dönt el? Ennél szerintem én nem értek hozzá, mint ezt tudod, de jó, ennél szerintem egyszer nehezebb. Csabi, ez is olyan, mint a verekedés, hogy két ember kell hozzá. Tehát, hogy két ember döntése. Tehát, hogy önmagában az, hogy te jelentkezel. De pont az, hogy ki dönti? Az, aki rangsorban előrébb van, vagy az idősebb, vagy aki előbb odaér, vagy... Hát... Csabi, inkább azt mondanám, hogy nekünk is van kérdésünk, mert a hétvégén egy televíziós bejátszásban tűntél fel Brad Pitt oldalán. Hát én kérek elnézést. Te ezt láttad? Azt tudtam, Abaházi hogy... Csaba és Brad Pitt. A bocs. Az tényleg te voltál? Mert azt tudjuk, hogy nem Brad Pitt volt az, akit a Brad Pittnek néztek. Én egy simán saját magamat adtam, ne viccelj, hát húsvér ember vagyok. Nagyon sokáig azt gondolta mindenki, hogy Brad Pitt érkezett meg hazánkba. Aztán kiderült, hogy egy... Elmondom, hogy mi volt a történet. Duna szerdahelyen minden évben van ez a One Day Fridge Fest, és én minden évben oda visszajárok, és most is meghívást kaptam, és a szervező, a Sanyi azt mondta, hogy idén valami óriási meglepetéssel készül, és volt neki egy beharangozója, ahol utószinkronizálták a harcosok klubját, ahol Brad Pitt és Edward Norton arról beszélgett, hogy milyen jó ez a Duna szerdahely, és akkor menjünk oda mi is, és ez... ez és akkor egyszer csak ott a színpadon az LGT sztárjai voltak a sztárvendégek, vagy legendái, és egyszer csak meg fölküldött engem a Sanyi a színpadra, és menj fel is jelensbe, hogy itt van Brad Pitt. Hát mondom, de mutasd már meg, és ott áll tényleg valaki, aki a megszólásig hasonlított Brad Pittre. És hát persze mond, forgatókönyv van, hogy csak 2 percet kap, nem lehet kérdezni, mint tudom, Jennifer Anistonról, és hogy akkor ezeket a kérdéseket tessék neki feltenni. Ennyire profi, tehát egy hasonmásnak is ennyire profi. Milyen hasonmásról beszélsz? Ja, mi eredeti volt? Ez nem derült ki soha. Ja, aha. A közönség szerintem azt gondolta, hogy hasonmás, és én is azt gondolom. De akkor te voltál fönn a színpadon, és nem pedig a meghízott Búza Sanyi. Na, ez a lényeg. Te voltál? Én voltam, és hát valószínűleg Brad Pitt hasonmással volt dolgunk, de annyira közel azért nem engedtek hozzá, hogy ezt megállapítsam meg. Hát amúgy még miből állapítasz? Ha azért nem találkoztam Brad Pitt-tel. A fiatalabbnak tűnt ez a fickó, mint amilyen Brad Pitt most lehet. Próbáltál egy utána szólogatni, hogy Brad, ha nem fordul meg, akkor hasonmás. És valaki adott egy darab kenyeret. Ugye, amikor én bemondtam, hogy színpadon Brad Pitt, akkor feljött. Tehát lehet, hogy meglökték, vagy valami. És hallottam, hogy azt mondta, hogy ő egyébként ismeri az LGT zenekart, mert hogy ez egyik haverja lejátszott neki egy számot. Bár de, a hát számra nem... Mutatta neki. Mutatta neki. Bár a számra nem emlékezett, hogy konkrétan melyik volt. Nem, csak hogy ő egyáltalán hallott már az LGT-ről, persze. Hát a LGT-ről mindenki hallott, tehát tényleg játszottak annak idején Amerikában is. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját, Anna, ez sose lesz vége. Hát, Csabi, de kerek volt a történet. Nagyon jó. Little Arthur Indian. Morning Show. Jó, ez az! De ügyes vagy, Julcsi! Gratulálunk! Köszönöm szépen, köszönöm szépen! Ugye arról beszélgettünk, hogy párok hogy tudnak úgy élni, hogy nem engedik el a másikat egy hosszú hétvégére, vagy akár csak egy estére is. Én mindig adok kimenőt a férjemnek, másnap 10 haverjából 9 felhív, hogy nálunk aludt. Igen. Megtörtént az esemény, vagy ez csak ilyen városi legenda? Nem, ez városi legenda, meg így a poém miatt írtam, de egyébként nálunk ez abszolút jól működik, hogy külön is elengedjük a másikat. Nagyon jó. Jól van, köszönjük szépen az SMS-t, te vagy a nap hallgatója, gratulálunk, küldjük köszönöm az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, sziasztok, szép szia. Nektek, hello. A főnök kérdését természetesen így is föl kell tegyük neked, Csabi. Csabikám, remek zenék?
Szerintem az idei nyár nagyon sok slágertől lesz emlékezetes, az egyik leginkább esélyes erre, az a Metcon és a Ray Dalton közös dala, ami egyszerűen annyira vidám, hogy még aki nem szereti a popzenét, mint például a Jani, az is bólogat rá. Aha. Tehát egy olyan típusú akkor dal. Akkor ezt megvárjuk itt ketten, egy, tudod, mellett ez, hogy bólogat. Tök jó, jó, a dallam, jó énekhangok vannak benne. Egy ilyen igazi, klassz, vidám sláger, és azt szeretném hozzátenni. És mit hoztál? Hogy a Klassner 2015, az a mondat, amit mindig mondok, az folytatódik, de hogy ezúttal ugye nálatok van a Forma 1-es játék, úgyhogy mi most kizárólag a kívánságműsorra fogunk koncentrálni. Oh, nagyon jó. Azok, akik hosszú-hosszú perceken meg órákon keresztül próbáltak üzenni nagymamájuknak, szerelmüknek, munkatársuknak, de nem tudtak, mert hogy játék volt, és hát egy kicsit többen voltak ilyenkor a vonalban, azok most megnyugodhatnak, hogy ezen a héten nem kell annyit várni a vonal másik végén. Nagyon jó. És mivel Csabi mondta, meg mi is mondtuk már napközben, de most is mondjuk, meg egész héten mondani fogjuk, hogy tényleg nagyon fontos, hogy a hármasugrásban ezen a héten csak Forma 1-es jegyeket lehet nyerni, mind a három kérdésnek a helyes megválaszolásával lehet különböző jegyeket nyerni, állójegyeket, illetve VIP belépőket is, és ezért jó lenne, ha mindenki odafigyelne egy picit, hogy felfrissítse a Forma 1-es tudását, bújjátok a különböző kis adatbázisokat, mert minden egyes kérdés csak a Forma 1-hez kapcsolódik, és nagyon érdemes rá odafigyelni. Kívánságműsor, telefonszám 555-55-00, kérjetek a Csabinál, holnap reggel 6-kor itt vagyunk 3-asban. Így van, küldjetek nekem Slayert. Szevasztok! Sziasztok! Morning Show! A legklasszabb dolog a reggelben! Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Ezen a héten újra érdemes lesz bennünket hallgatni, mindig érdemes, de most nagyon, és elsősorban Forma 1 rajongóknak, mert hogy a hármasugrásban ezen a héten Super Gold jegyeket lehet nyerni. Az igen! A Forma 1 őrület folytatódik. Klassz nyár 2015, világsztárok nyara, Forma 1 jegyekért a Klassz FM-en. Super Gold az mindent visz. Ott ülsz a tribünön, te jó, és látod, ahogy elmennek előtted a Forma 1-es autó. Nyerj belépőt a Magyar Nagydíjra a Morning Show-tól. A lényeg ugye, hogy hármasugrás kérdéseit alakítjuk Forma 1-es kérdése. Ki ez elsősorban János feladata lesz. Ha valaki az első kérdésre jól válaszol, akkor 2 darab 3 napos állójegyet nyer. A második kérdés és jól válaszoló között Red Bull relikviákat sorsolunk és állójegyet. A harmadik kérdés jól megválaszolása pedig 2 darab 3 napos Super Gold jegyet jelent, gyerekek. Az nem rossz. Klassz nyár 2015, világsztárok nyara, Forma 1 jegyekért a Klassz FM-en. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.